Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze itt a Rádiókafén. 3-tól 5-ig, ahogyan az szokásunk, 0629-986-98 az adás SMS száma, amin elvárjuk, hogy írjatok nekünk, bármi észrevételetek van. Piny és Gergő kollégámmal köszöntünk titeket, én Puzsér Róbert vagyok, a 98.6-os frekvencián. Kellemes délutánt! Mi mindent el fogunk követni azért, hogy ez így legyen. A mai műsornak a tematikája az egy találós kérdésnek a tárgyát képezi. Az a javaslatunk, hogy találjátok ki, hogy milyen tematikába, milyen rendszerbe illeszthetőek be azok a filmek, amelyekről beszélünk a mai adásban. Hogyha a tulajdonképpen, ha az első három film alapján kitaláljátok a negyediket, akkor azzal meg lesz maga a tematika is. Azt hiszem, az első alapján lehetetlen kitalálni. De tulajdonképpen, egyes és a kettes alapján ha valaki nagyon ügyes, de az tényleg nagyon ügyes, akkor az első kettő után ki tudja találni, a harmadik után pedig igazi filmrajongóknak kötelező kitalálni, mi lesz a negyedik. Igen, hogy mi lehet a negyedik film, nagyon kézenfekvő lesz. Az a elképzelésünk, hogy aki nem találta ki, az a negyedik film hallatán a homlokára fog csapni, és azt fogja mondani, hogy ja, hát persze, na hát persze. Szóval ez az első három film, ez ki fog adni egy negyedik filmet, és ezáltal ki fogja adni magát a tematikát is, úgyhogy várjuk a tippjeiteket, hogy szerintetek mi a műsor tematikája, és mi a negyedik film. Igazán bátrak már most tippelhetnek. Másfél órátok van rá, hogy kitaláljátok, 0629986986 az SMS számunk, és várjuk az SMS számunkra mindazokat a tippeket, amelyek az elképzelt tematikának a tárgyára vonatkoznak. Az első film, amelyről pedig beszélni fogunk, az Martin Scorsese-nek egy nagyon korai filmje. 1973-as film, úristen, én még nem is éltem akkor. Martin Scorsese sztoriából a forgatókönyvet írta Martin Scorsese, és rendezte Martin Scorsese, és a két nagy Scorsese által felkapott és a filmvászonra és a filmgyártás csúcsaira emelt ikon Robert De Niro és Harvey Keitel játsszák a két főszerepet, ez a film pedig az Aljas utcák. Ez a film az Aljas utcák, ez még nem a Nagy menők, és nagyon nem a kaszinó. Itt nem a gangsterizmusnak a magas iskolája, az egyeteme, a főiskolája az, ami az, ahova betekintést nyerünk, hanem bizony a gangsterizmusnak, vagy a mafiózásnak a általános iskolája, tehát a alsó tagozat. A dedó. Igen, ez a dedó, ez a dedós hülye gyerekek, de itt gyakorlatilag már ugyanazok a mechanizmusok és ugyanazok a működési elvek, azok, amik a cselekményt szövik, csak még nem olyan nagyban játszanak. Tehát a pszichopaták azok kicsit pszichopaták, a korrekt srácok azok igazából korrektebb srácok, mindenki egy kicsit naívabb, kisebbek a tétek, és a főnökök sem akkorák, meg annyira gátlástalanok, meg hát önmagában sem kábítószerről, sem igazán komoly fegyverkereskedelemről nincsen szó, kis lehúzásokról van szó, kis tartozásokról van szó, maguk a tételek is, tehát ilyen, azt hiszem, hogy a nagymenőkben ehhez 1-0 fog hozzá, nem, hát legalább 2-0 fog hozzá kerülni az összegekhez a nagymenőkben, a kaszinókban meg újabb 2-0 fog hozzá kerülni. Ez nagyjából az a világ, ahol egy 1800 dolláros tartozást 30 dollárral próbál valaki lerendezni, hogy most annyit tudott összeszedni. Hát 30 dollár az tényleg nem sok pénz. Igen, jó, de a 3000 dollár se sok pénz. Tehát még az se igazán ezek sok milyen, pénz. Ezek milyen tételek ahhoz képest, ami a kaszinóban zajlik meg, ami például a nagy menőkben hát zajlik. Itt egy igazán menő art, ugye a Michael figurája, ő mondjuk azt megcsinálja, hogy két fiatal srác így oda jön hozzá, és akkor mondja, hogy igen, van petárdánk, persze, hogy ne, majd mindjárt hozzuk őket, beszáll az a menő autójába, és azt a 20 dollárt elviszi, amit a srácok erre adnak, hogy majd megosztoznak a sofőrrel, aki vezeti az autót, ő kap bele 5-öt, majd megbeszéljük, hogy a maradékul elmennek moziba, de azért ott van a kabát, meg ugye a kicsit a gesztusok, meg a stílus, az viszont a mafiás világ. A cím alapján egyébként bárki bátran egy ilyen kegyetlen, kemény, kőkemény gangster filmre gondolhat, hogy Aljas utcák. Szerintem valószínűleg ironikusnak is szánta talán a címet Scorsese, mert hát ezek nem az igazán Aljas utcák, ezek a Pityaner nevetséges utcák, és lövöldözés vagy véres jelent, és egészen minimális van tulajdonképpen, azt kell mondjuk a filmben. Ja. Itt még egyébként
a Scorsese nem döntött el, hogy ő most a Robert De Niro-ról szóló filmben fogja mellékszereplőként szerepeltetni a Harvey Keitelt, vagy Harvey Keitelről szóló filmben mellékszereplőként a Robert De Niro-t. Szinte teljesen egyenrangok. Talán a Harvey Keitel mondható a Harvey Keitel van a cselekménynek a középpontjában, igen. És a Robert De Niro mozgatja a cselekményt. Igen, ő mozgatja a cselekményt. Mint egy nap, és vagy inkább azt mondom, a Föld és a körülötte keringő Hold, mert ugye a Hold eleve ugye a bolondságnak egyfajta szimbóluma, igen. A lunatikus. Igen. Hát itt pontosan így van a Föld, a Földhöz, a valláshoz stabilan ragaszkodó Harvey Keitel által megfelelt Charlie, és a körülötte bolond módjára keringő Johnny Boy. Igen, de a Charlie az egyetlen figura ebben a filmben, akivel úgy igazán azonosulni lehet. Meg ő van a középpontba állítva, hogy azonosulj vele, és vele lehet is azonosulni. De az az igazság, hogy annyira kis stílú a cselekmény, hogy mi jóformán ilyenek velünk is történtek már. Majdnem, hogy neki ilyen szörnyű lelkiismeret furdalása van, elmegy a templomba, de aztán kiderül, hogy igazából ez nem is, kicsit eltúlzott az a lelkiismeret furdalás, mert amikor a kőkeményen elmennek mondjuk pénzbe hajtani, nem akarom lelőni a filmnek a poénját, de hát az egy annyira pitiáner jelenet, ami ezután történik, és ahogy megoldódik a konfliktus, és aztán, hogy van benne még egy csavar, hogy nem is tudom, hogy miért kellene neki tartani attól, hogy a pokolra kerül. Uram, nem vagyok méltó, hogy szentestedből legyek. Sem arra, hogy véredből igyak. Oké. Éppen most jövök a gyóntatószékből. A papa szokásos penitenciát rótta ki nekem. 10 üdvözlé, 10 mi atyán, 10 akármi, és ha jövő héten visszajövök, megint csak ezt mondja majd, hogy 10 üdvözlé, 10 mi atyán, 10 akármi, és hát sejted, hogy mit gondolok erről a hülyeségről. Ezek a dolgok semmit sem jelentenek, nekem csak üres szavak. Lehet, hogy ez másoknál bejön, de nálam nem működik. Na szóval, ha valami rosszat teszek, magam akarok bűnhődni. Én magam akarok vezekelni a saját bűneimért. Na, mit szólsz ehhez, ha? Az egész egy baromság. Kivéve a fájdalmat, ugye? A pokol kínjait. Egy apró kis gyufatüze milliószorosára nő. Végtelen nagyra, és a végtelennel nem szórakozhatunk. Nincs rá lehetőségünk. A kínnak és a pokolnak két fajtája van. Az egyik, amit a testeddel tapasztalsz, a másik, amit csak belül érezhetsz. Ezek a lelki szenvedések. És tudod, hogy a kettő közül ezek a szörnyűbbek. Kaptunk tippeket az SMS falon. Filmek abból a korból, amikor még nem élt Robi, írja András. Nem. Gangsterfilmek, írja B, és nem talált. Továbbá későbbi nagyok, kezdőkorai filmjei? Jó ötlet. Jó ötlet, de sajnos mégsem. Az Martin Scorsese minden esetre mindenképpen elmondható, hogy a, hát ha nekem egyetlen rendezőt volna szabad mondanom, akkor az a Martin Scorsese lenne, tehát szerintem a legnagyobb, és hogy mitől a legnagyobb? Szerintem attól, hogy érdekesen, tehát érdekfeszítően, átélhetően és a végsőkig hitelesen képes elmesélni egy történetet a legnagyobb fokú kifejező erővel. Az a közérthetők közül a legművészibb, és a művészek közül a legközérthetőbb a Martin Scorsese. Igazából ő egyesíti a filmjeiben a művész moziknak a közönségét, a közönségfilmeknek a rajongóival. Ő mindenkivel kommunikál. Az ő merítéséből igazából senki sem esik ki abból a merítőhálóból, amit ő befogni próbál ezekkel a filmekkel. Kicsit nagyképpen mondhatnánk, hogy a műsornak is ezt próbál lenni a mottoja, ez a fajta filmezés, és ilyen típusú filmeket keresünk itt hétről hétre. Ezért is van az, hogy jóformán már minden Martin Scorsese filmről beszéltünk a műsor folyamán. Egyetlen filmet hagytunk ki eddig, de arra majd még visszatérünk a következő hónapokban. Egy nagyszerű Martin Scorsese film az, amivel még nem foglalkoztunk. Itt tanulja Scorsese a filmrendezést, igazából az Aljas utcákban. És ezért nagyon fontos, hogy ez egy önéletrajzikletésű film, mert mit tud az ember hitelesen megrajzolni a filmvásznon, hanem azt, amit ő maga átélt. Ezek az ő történetei és az ő környezetében megtörtént sztorik, és hogy mennyire hiteles ez a film, az kifejezésre nem tudjuk juttatni. Tehát, hogy itt semmi olyan, persze nagyon pontosan meg van rendezve a film, de mégis az a benyomásod, mintha nem lenne megrendezve, hanem annyira hiteles lenne, olyan esetleges, de minden legjobb, esendő minden. Egyik legjobb verekedési jelenet ebben a filmben van, ugye kétfajta bunyót ismertünk meg a film történetbe, ugye van az a fajta, amikor hát ilyen nagyon menő emberek bunyóznak, és ebből vannak egész minőségi változatok, és hát vannak egész a
tudom én, ilyen számítógépes játékok színvonalát hozó bunyók. Van a másik, az a Bud Spencer által talán legtökéletesen megvalósított, de a burleskből táplálkozó bunyó, amikor... úgy értem, hogy az egyik az kegyetlen és véres, a másik az viszont egyfajta tánc. Így van, pontosan, de hát akár a Jackie Chan-t is ide lehetne hozni ebbe a második vonalba. Így van. És ez egy harmadik fajta bunyó, ami itt van, az a fajta bunyó, ami leginkább olyan, mint a valóság. Emlékeztet arra, mint amikor láthattál egy bunyót. Esetleges, nevetséges, nincsenek benne igazán nagy bevitütések. Nincsenek benne nagy bevitütések, mert nagyon nehéz. Egy ilyen birkózás. Mindenki megsérül, mindenki a földön van. De senki se komolyan, és a vége meg az, hogy megjön a rendőr, és már így ölelkeznek, csak hogy ne vigye be őket a rendőr, és inkább úgy viselkednek, mint a legjobban lennének, mert az egész annyira olyan kis stílű az egész, olyan kicsinyes az egész, és pont olyan, mint a valóságban. És a Martin Scorsese ezeknek a saját személyes élményeknek a megrendezésén keresztül jutott el oda, hogy aztán később már ezt a know-how-t, ezt a tudást, amit fölhalmozott, már bármire, bármilyen sztorira rá tudta vinni, hogy később már bármit meg tudott rendezni, és aztán a Martin Scorsese mindent meg is rendezett gyakorlatilag. Jóformán nincs is olyan műfaj, amiben nem ment volna bele, és nem mozgott volna benne a legnagyobb fokú biztonsággal, tehát ezt a rutint, ezt itt szerezte meg. Sziasztok, bevándorlós tematika? Kérdezi tőlünk Emil. Nem. Kaphatok egy sör, Joy? Nem, most szkácsot iszunk. Én már vattát köpök. Hé, honnan szedted azt a kalapot? Ez tetszik? Ez egy 25 dolláros kalap, öreg. Te is a tornacsuka mennyi volt? Ez csak 2 dollár. Kettő? De miért ilyen halk a zene? Én tényleg nem hallok semmit. Mert a lányok halkan szeretik. Ezeket a leprákat nevezed lányoknak? Johnny. Ezek bányarémek, apukám. Hé, mi baja van a fiatalembernek? Semmi, én nagyon jól érzem magam, mert semmi baj. Szállat, jó? Te ne beszélj így velem ezelőtt a s**fej előtt. Jól van, nem fogunk fizetni. Nem fizetünk. Johnny! Figyelj, arról volt szó, hogy nem fizetünk, mert ez a fazon egy behin. Egy szót se szóltam. És behineknek nem fizetünk. Behin? Én behin vagyok? Igen. Mi az, hogy behin? Behin? Mi az, hogy behin? Nem tudom, mi az, hogy mi behin. Mi az? Nem hívhatsz engem behinnek. Neve? Nem. Ezt kap ki, behin! Ne, tükröm! Fiúk, ha valaki nem látná, bunyóban! Bunyóban! Hú, de még kapjuk egyébként a tippeket. Talán vallás vagy a kísértés tematika, például Krisztus utolsó megkísértése? Kérdezi Józsi. Igen, a kísértés a tematika, és a Béb, vagy hogy hívták azt a malacos, mert az lesz a negyedik film, igen. Nem Oscar díjasok? Hát abból azért talán túl sok van. Igen. Sziasztok! Hát itt annyi filmek, melyeket Martin nevű rendezett és Robert és Harvey nevű a két főszereplő. Egyébként van olyan tipp, például a Nem Oscar díjasok, amihez már egy nagyon picit gratuláltunk, mert igazából azt hiszem, hogy eltalálta, tehát valóban nem Oscar díjas filmekről lesz szó. Ennyit talán segíthetünk. Igen, de ezzel még nem írtunk. Még nem szűkítettük eléggé. Szűkítsük ezt tovább. Egy valami biztos, hogy a Robert De Niro az igazából itt bontogatja, a Harvey Keitel is, meg a Robert De Niro is itt bontogatják a szárnyaikat. Ha valaki szeretné megnézni őket fiatalon, egészen fiatalon, még fenekükön a tojásai, ha szabad ilyen csúnya képzavarral élnem, két ilyen sármos és a nők által rajongott színész kapcsán, hát élvezet őket nézni. Mind a ketten parádésen alakítanak, tényleg, hát az önmagában szerintem ez a filmben a legerősebb. Pedig a De Niro már 30. Hát nem annyinak néz ki. Nem. Néz ki. 21-nek néz ki. Körülbelül 21-nek néz ki, így van. És nagyon sármosak ezzel a fiatalos bájjal, úgyhogy abszolút ajánlom a rajongók, mármint hogy a Robert De Niro és Harvey Keitel és rajongók. Az a fantasztikus, hogy a Taxisofőrben, ami egy nagyon nem sokkal későbbi film, tehát hogy az Aljas utcákhoz képest a Taxisofőr konkrétan az Aljas utcák egy 73-as film és 76-os, 3 évvel később készült a Taxisofőr, már szerepet vált konkrétan a szereplők között a rendező. A Harvey Keitelt emeli ki a középpontból, és a Robert De Niro-t helyezi be a középpontba, ugye Travis Bickle a Taxisofőr, az azonosulható hős, és hozzá képest pedig az ővel ellentétes, az ő útját mindenféle módon akadályozó mellékszereplő lesz a Harvey Keitel, aki ugye a stici, akivel a végén a nagy összecsapás zajlik. Annyira az ellentétét hozza mindkettő annak, amit az Aljas utcákban, tehát
szinte olyan, mintha De Niro-nak kéne eljátszani azt, amit legutóbb a Harvey Keitel játszott, és Harvey Keitelnek uh-huh. azt, amit legutóbb a De Niro, és még egy lapáttal rá. Három év alatt mennyit fejlődött, akár csak az Aljas utcákhoz képest. A hát illetve más a szerep is, mert itt ebben a szerepben szerintem abszolút a maximumot hozzák, csak ez nem egy olyan típusú szerep. Igen, de hogy mondjam, ez egy gyakorlat a Scorsese-nek, hogy ezt a világot, ezt hitelesen tudja uh-huh. ábrázolni, és amikor ez megvan, akkor az egészbe egy olyan fikciót már bele tud vezérelni, amiben már nagyon-nagyon komoly ideológiai tartalma van és üzenete van, ez a Taxisofőr. Na hát én még azt akartam mondani, amikor az előbb említetted, hogy Martin Scorsese az egyik legnagyobb, vagy szerinted éppen a legnagyobb, hogy az igazán nagy mesterekre az jellemző, hogy amikor valamilyen műfajba egy kicsit úgy kikalandoznak, vagy csinálnak ott valamit, abban is zseniálisat alkotnak. Tehát ez nem csak filmnél van így, hanem sok más műfajnál. Na most kompletten ez a film szerintem egy műfaj teremtett, sőt egy rendezőt, akit úgy hívnak, hogy Quentin Tarantino, mert én most nem megvádolva őt, mert hiszen a posztmodernben vagyunk, amikor lopni már nem bűn, vagy sőt már túl vagyunk, lehetem kötelező. Sőt, már tiszteletadás. Tiszteletadás és idézés, és hát a Tarantino egyre inkább másfelé sem megy, mint az idézés különböző irányaiba. De én úgy érzem, hogy elsősorban mondjuk a Pulp Fiction, ami a legnagyobb sikerű és a leginkább Tarantinót a köztudatba behozó film, annak kapcsán mondható, de néhány másik filmje kapcsán is, hogy Kutyaszorítóban szintén az egész stílusát gyakorlatilag innen, nem azt mondom, hogy lopta, emelte mondjuk ezt a szót. Tehát aki Tarantinot szereti, nézze meg, hogy néz ez ki eredetiben. Na most egyébként gondolkoztam sokat azon, hogy... Fantasztikus, hogy ott is a Harvey Keitel, tehát hogy nagyon jó érzékel nyúl a Harvey Keitelhez, meg a Robert De Niro-hoz. Hát ugye bár a Kutyaszorítóban főszereplője a Harvey Keitel, a később a Jackie Brownban Robert De Niro feltűnik, tehát hogy ez olyannyira tudatos, tehát ez egy reflektált dolog a Tarantino részéről. Abszolút nem véletlen dolog. Hát ugye ebben a filmben ugye David Carradine és Robert Carradine is szerepel. Ja igen, fontos tudni, hogy a David Carradine, aki a Kill Bill-ben Bill-t játsza, ugye azért ebben a filmben is feltűnik. Az Aljas utcákban konkrétan, amiről beszélünk. Így van. Tehát azt akarom csak mondani, hogy gondolkoztam ennek kapcsán, hogy most Tarantinóra én haragudjak, hogy ő nyúlta ezt a stílus, vagy ne haragudjak, én igazából Tarantinóval kicsit ellentmondásos viszony vagyok, mert már tényleg saját dugájába dől folyamatosan, egyre mélyebben a saját örvényébe csúszik szerintem lefelé. Jóformán már csak magára reflektál egyébként. Így van. De nem haragszom rá, mert bizonyos szinten ő tovább vitte Scorsese-nek ezt a filmes kísérletét, mert Scorsese-nél még van drámaiság, még van lélektana a dolognak, na ez aztán teljesen elmúlik, és Tarantino szerintem abban húzott nagyot, és az volt teljesen újszerű mondjuk a Pulp Fictionben, amikor berobbant az a köztudatba, hogy csak és kizárólag a kulság és az esetlenségnek egy keveréke, de úgy, hogy abban semmi valóságos dráma, semmi valóságos lélektan nincsen. Tehát a Pulp Fictionben ezer olyan dolog történik, amin lehetne merengeni lélektanilag. Ehhez képest, ha még egy bibliai idézet is elhangzik, az is csak egy vicc, egyfajta blödség, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Na most ez a film, ez még néhol kapcsolódik ahhoz a hagyományos filmhez, amikor van egy lélektani gondolatmenet, mikor van drámaiság, de ez nagyon szépen hoz formai elemeket, és hát úgy kezdődik a film, hogy a főszereplőket mutatják egy kicsit talán ki is lassítva, és aláírják ki a nevüket, hogy Charlie, Johnny Boy. Hát ez maga a Tarantino. Ez maga a Tarantino, vagy a Trainspotting is eszünkbe juthat. Akár az eszünkbe juthat, de ugyanígy eszünkbe juthat a ravasz. Guy Ritchie-nek a néhány filmje. Abszolút ezt a világot, ezt 73-ban Scorsese megcsinálta, csak aztán ő tovább lépett és csinált ezer, de ennél mélyebb. Ő ezt egy eszközrendszernek tekintette, és nem egy végcélnak. Aztán más kérdés, hogy ebből aztán mennyien éltek meg később, ami neki egy tanulmány volt. Így van, és szerintem itt 15 év ki is maradt, mert közben nem is nagyon készültek ilyen filmek, hanem fölnőtt egy olyan generáció, aki ezt nagyon bírta. De azért készültek, mert ha csak a Brian De Palmára utalunk, uh-huh. aki ezt vitte tovább a maga gangsterfilmes filmművészetében, de a Scorsese is aztán később visszatért ezekhez a gyökerekhez, például a Nagymenőkkel vagy a Kaszinóval. Tehát a gangsterfilm egyébként itt nem születik. Én a pitiánességre utalok, tehát ami a Tarantino nagyon gyakran előjön, hogy van a dolognak ez a pitiáner vonulat. Igen, csak ott már röhögsz rajta. Igen, én végrehögtem ezt a filmet, lehet, hogy túledzett már az agyam, de én ezt nem éreztem csöppet sem drámainak. Fontos tudni, hogy a gangsterfilm az itt születik. Itt és ekkor születik a gangsterfilm. Tehát egy évvel vagyunk, 1973-ban egy évvel vagyunk a keresztapa után. Milyen jó párja a keresztapának, bocsánat, hogy közbevágok, csak ugye ott meg
megismerjük ennek a világnak a krémjét. Tehát tényleg egy nagy hagyományú, nagy tekintélyű, egy igazi nagy családot, ugye a Corleone családot, és a főszereplők hát gyakorlatilag... Ott föntről nézzük meg, ott föntről nézzük meg a Cosa Nostrát, itt meg alulról nézzük meg, alulnézetben, a legaljától. Abszolút, és ott is már fölkelteti az érdeklődésünket az a pár mellékszereplő, aki ott megjelenik, és érezzük, főleg azért jelennek ott meg, hogy érezzük, hogy mennyivel fölöttük áll ugye a Corleone család. Na itt van itt vannak azok, akik fölött áll a Corleone család, de olyan sokkal, hogy már nincs is semmiféle közvetlen kapcsolat. Kérdezi a kedves SMS író, hogy stílusteremtők, vajon ez a tematika? Nem, sajnáljuk. Emlékszel, hogy mindig itt bújócskáztunk régen, mi? Nem érdekel a bújócska. Azt mondtad, mi a szar volt a múlt héten? Mi volt? Hogy mi volt? Volt pofát, hogy menj dolgozni a múlt héten, nem igaz? Azok után, hogy próbálunk téged kihúzni a szarból, te hülye. Mi ütött beléd? Jaj, Charlie, hát majdnem eltörtem a kezem, kurvára fájt. Fájt a kezem, pofát fog fájni a szájon váglakban. De miért? Esküszöm neked, miért nem hiszel nekem? Egyébként nem szeretek ládákat pakolni, ez tény. Nem is az a fontos, hogy szeresd. Jó. Nem tetszik a hozzáállásod. Mi az én hozzáállásom? Engem meg a te hozzáállásod zavar. Mi? Pakoltál már ládákat? Mi a hozzáállásod? Te melózol. Mi? Te mit csinálsz? Nekem azt mondod, hogy menjek dolgozni. De te csak dumálsz, mert mit csinálsz te? Nem csinálsz semmit. Mit csinálsz? Megmondom én neked, hogy mit csinálok én. Nem tartozom senkinek 2000 dollárra, te hülye. Na ide figyelj. Elértem Michaelnál, hogy adjon kedvezményt, és csak 2000 legyen. Ugye? A faszom. Na, holnap elmész szépen dolgozni, vagy eltöröm mind a két kezedet. Megértettük egymást. Jó. Ne haragudj, Charlie. Tényleg ne haragudj. És nagyon jól esik, hogy törődsz velem. Tudod, komolyan. Szóval próbáltam logikusan kigondolni a következő lépést. Most ne gyered be, ne. Igen, na, úgy, ahogy szoktál néha. Tudsz valami kiutat? Igen, tudok egyet, igen. Hát akkor hataljon, tessék, mondd el. Beszélj a nagybátyáddal. Most nagyon jól jönne neked, ugye már? Mi nagyon jól? De nekem nem. Gyógyi, hát... ha még egy szót kiejtesz a szádon, ha a nagybátyám egy szót meghal erről. Jó. Jó, hát én csak megkérdeztem, ennyi. Na jó, hadd mondjak neked valamit. Nézd. Fizetéskor legalább gyere el Tony bárjába, hogy találkozzatok, oké? Ez azért fontos, hogy ne higgye azt, hogy megpróbálod hülyére venni. Oké, jó. Hé, nem kérem, hanem közlöm veled. Jó, értem. Veszett kutya Johnny Boy szerepében a Robert De Niro először tűnik fel úgy, mint egy atomvillanás a filmgyártás egén, és aztán azóta se tűnt el onnan. A fordítás nagyon bátor, például egy bikini számszöveget beidéz, a nehéz a dolga a katonák, nehéz a dolga, ahogy a költő mondja. És ez így egy karakternek a szájából elhangzik. Veterára mondja talán Charlie, én nem emlékszem, hogy pontosan kicsoda. Félelmetes anakronisztikus időugrás. Nagyon-nagyon jó pofa. Szerintem illik a filmnek az abszurditásához. Ennek ellenére, hogy stílusteremtő és két zseniális színész, zseniális játéka, én azért picit untam, és én egy hetesnél jobbat nem szívesen adnék. A hetest viszont meg is érdemli. 0629986986 az SMS számunk. Továbbra is itt vagyunk, azzal a bizonyos rejtélyes tematikával, amelynek a nyomán összeáll egy negyedik film az első háromból. Az első filmnek a címe az többé nem kérdés, az az Aljas utcák, és a második film címére is nem sokára fény derül, és akkor abból már a kirakósnak egy újabb elemével gazdagodtok. Lassan össze fog állni. Én azt gondolom, hogy néhányatok fejében össze kell, hogy álljon a kép, és ki kell, hogy jöjjön a tematika, amely tematikából következik a negyedik film. Vagy ki kell, hogy jöjjön a negyedik film, amelyből következik a tematika. Ezek hordozzák egymást, majd figyeljétek meg. Piszkos Harry is lesz ma? Kérdezi az SMS író. Nem, de Harryből abból lesz több is. És pont a piszkos Harry meg nem lesz. A por benne lesz a négyben? Nem lesz benne a por a négyben. Nem Oscar-díjas filmek később Oscar-díjas rendezőktől? Kérdezi az SMS író. Nem, szakadjunk le az Oscar-díjról. Még ez is túl gazdag merítés lenne. Igen, nem Oscar-díjas, most hozzáteszük, hogy nincs köze az Oscar-díjhoz ennek a dolognak. Stílusteremtők? Kérdezi a kedves hallgató. Nem ez a tematikai alap. Bár mondható talán, hogy viszonylag stílusteremtő rendezőkről. Igen, stílusteremtő rendezőkről van szó, de abból sokkal több van. Ez egy nagyon zárt tematika, amiről itt beszélünk. A következő film az a Francis Ford Coppolának a Magánbeszélgetés című filmje, amely Cannes-ban aranypálmát nyert 1974-ben, tehát egy évvel későbbi filmről van szó, egy évet ugrottunk az időben. Milyen jól meg tudjuk tévszni a hallgatókat azzal, hogy egy Coppola film jön? Miért? Hogy tévesztjük? Hogy egy másik nagyon gangster filmrendező? Uh-huh. Aha. Ebben a filmben Gene Hackman játssza a főhőst. A
maga a Coppola írta a forgatókönyvet, ez a lehallgatási dráma, azt lehet mondani, hogyha ezt nagyon-nagyon tematikus műfaj meghatározásra törekednénk. Ez a hős, ez egy nagyon szorongó figura. Ez a Harry Cole, akit a Gene Hackman játszik. A legnagyobb profi a szakmájában, ez a megfigyelési, lehallgatási üzletág, amelyről mi keveset tudunk nyilván, mert az egész egy titkos üzletág. Ezek szabadúszók, tehát olyan maszekok, akik lehallgatnak bárkit, igazából bárkit bepoloskáznak, vagy különböző eszközökkel, a legkülönbözőbb eszközökkel dolgoznak, és gyakorlatilag meg lehet tőlük vásárolni a másik ember magánéletét. Tehát konkrétan, ha valaki elég sok pénzt fizet azért, hogy a te magánszférádba be tudjon tekinteni, akkor ez az ember megteremti erre a lehetőséget. Nagyon sokan dolgoznak ebben a szakmában, mint mindenféle szakmában, és főleg az Egyesült Államokban, ahol ugye hát elég nagy a piac. De senki sem olyan jó ebben a szakmában, mint Harry Cole. Ez a csávó, ez nem egyszerűen csak egy nagyon-nagyon nagy mester a lehallgatásnak, ő egy teljesen külön világ a lehallgatási üzletágon belül is. Nem használja a legújabb fejlesztésű legprofi holmikat, gyakorlatilag semmit, kizárólag saját maga által összerakott, saját maga által gyártott hardverekkel. Fejlesztett. Igen. Ő maga által készített pisztolymikrofonokkal, és magát a technológiát, magát a módszert, mindezeket egyedül ő dolgozza ki. Egy megszállott. Igazából. Egy teljesen megszállott. Igen, és mindeközben meg profi. Egyáltalán, és annyira profi, hogy ő nem kíváncsi arra, hogy ezek az emberek mit beszélnek egymással, ő egy valamire figyel oda, hogy pontosan kivehető legyen minden szó, hogy a megrendelő elégedett legyen, és hogy a pénzt átutalják megfelelő módon. Bár elkölteni igazából nem tudja, mert mondom, mert nincs gyakorlatilag élete. Nincs élete, nincs kire kölcse, beleértse saját mások, magát. Mások életét éli. Igen, mintha csak de egyébként a mennyire hasonló film ez, mint a Mások élete, mennyire hasonló az élmény ebben a filmben. Csak ez egy egzisztenciálisabb dráma. Az egy nagyon konkrét politikai sztori, ez pedig egy... Nagyon nem konkrét, egy igazán egzisztenciális, egy kifigyelmek kit, kihallgatlek kit, van-e jogod a másik embernek az életébe belenézni, és mikor tudhatod azt, hogy a te életedbe nem kukucskálnak bele ugyanígy valahonnan valakik. Szóval ezzel az egész problematikával, ezzel az egész szorongással, ezzel a nagyon-nagyon modern, vagy akár fogalmazhatunk úgy is, hogy nagyon posztmodern dilemmával foglalkozik a Francis Ford Coppolának az 1974-es két órán keresztül tartó drámája, a Magánbeszélgetés. Egy kis figyelmet kérek! Hölgyeim és uraim! Itt láthatják a Moran 15-ös harmonikás lehallgatót. Ez az elektronikus csoda 2 perc alatt felszerelhető. Mint látják, független nikkel-kadmium energiaforrása van. Ezért a vonalban nem észlelhető. Lehallgatható vele bármely telefonállomás a világon. Szingapurban, Karacsiban vagy Moszkvában. Moszkvát mondtam, mert ön erősen orosznak látszik azzal a szakállal. Feltárcsázzuk a kivált állomást. Megállunk az utolsó szám előtt. A harmonikával belefújunk a kagylóba, és jöhet az utolsó szám. A hívott félhez nem megy ki a csengetés. Ezzel szemben a hallgató szobamikrofonként fog működni. És így lehetővé válik a lehallgatás. Hölgyeim és uraim, hogy mindezt bemutathassam önöknek, felszereltem egy készüléket a saját lakásomban. Hívom a saját számomat. Figyelem, kis szünet az utolsó szám előtt. A harmonika? És nyomom az utolsó számot. Figyelik? Nem megy ki a csöngetés. Ja, meddig maradok? Remélem sokáig. A férjed? Elment. Valami szokott kiállításra. Nincs semmi. Tréfa volt természetesen. De legalább láthatták, mit tud a Moran F-15-ös. Köszönöm a figyelmüket, a bemutatónak vége. Itt vannak a prospektusok, parancsoljanak. A fiatal Harrison Fordot is láthatjátok a filmben egyébként. Így van. Meg az a John Cazale is játszik, aki egy nagyon nagy színész óriásnak indult. Komolyan, tehát amekkora karriert befutotta, beindult a Keresztapával, ugye ő volt Fredo. Jött a Magánbeszélgetés, aztán jött a Keresztapa 2, ahol ha lehet még nagyobb dráma zajlik az arcán, mint korábban. Erre jött rá a Kánikulai délután, ami szintén hatalmas film, szintén kiváló a John Cazale, és jött a Szarvasvadász, és 78-ban meg is halt a csávó. Mekkora karrier tört derékba, gyakorlatilag 6 éven keresztül filmezett a csávó, és a legnagyobb filmekben játszott. Tehát akkora filmekben, hogy már mindegyikről beszéltünk ebben. Tehát gyakorlatilag ezzel most kimerült a John Cazale életműsorozat.
Keresztapa, magánbeszélgetés, Keresztapa 2, Kánikulai délután, Szarvasvadász, egytől egyik hatalmas filmek. Ebben a filmben mondjuk egy nem annyira jelentős szerepet játszik, ami elég közel van karakterében a Keresztapa 2-nek, a hát kicsit idióta figurájához. Hát lúzereket játszik, azokat tudja. Lúzereket, igen. Ez a film, ez egy nagyon-nagyon érdekes film. Én amit elsősorban kiemelnék belőle, a legelsőként az a Gene Hackmannek az egészen csodálatos alakítása. Tehát függetlenül attól, hogy a filmnek lehet vitatkozni az értékein, de a színészként, amit alkot, az szerintem egészen csodálatos. Ő maga egyébként úgy nyilatkozott, hogy nagyon sokféle szerepet játszott életében, de ez a szerep volt, ami leginkább elütött az ő karakterétől, és ezért számomra leginkább nehéz volt, mert ő egy laza, jó menő, cuccokba öltözködő valaki, és ezzel szemben az itt látható figura, akinek nincs gyakorlatilag magánélete, az egy kispolgárnál is kispolgárabb. Hát igen, olyan figura, mint akit megfigyelnek, holott ő az, aki megfigyel. Abszolút. Nagyon jó megfigyelés, és a film reflektál is erre. Nem tudja elviselni, ha valaki kiejti a száján a mit tudom, azt, hogy Úristen, azt az egyszerű gesztus, vagy Jézusom, mert az neki már azért túl van a tűrés határán. Igen, így van. És az az érdekes, hogy ez a figura, akit a legnehezebb volt saját bevallása szerint eljátszani, sokak szerint a legnagyobb szerepe, és maga is úgy emlékszik vissza rá. Tehát ez milyen érdekes ellentmondás, hogy akit a legnehezebb volt megfogni, azt sikerült bizonyos értelemben a legjobban. Kaptunk egy nagyon-nagyon szép a Gene Hackman életműbe beleilleszkedő megfigyelést, arra reflektáló észrevételt a kedves SMS írótól. Azt írja, hogy a magánbeszélgetések kvázi a közellenség első része, mintha Hackman onnan ment volna nyugdíjba. Igen, a közellenség az egy nagyon-nagyon hasonló film, és ott is lehallgató mestert játszik. Vagy ott is egy ilyen halálos nagy profit játszik a csávó, aki fellázad a rendszer ellen. Talán nem véletlenül kapta meg. Az volt az utolsó szerepe, azt hiszem, az egy utolsó jelentősebb film szerepe a Gene Hackmannek. Tehát a film címe Magánbeszélgetés, és tulajdonképpen a film maga egy beszélgetés lehallgatásáról szól, de a lényeg a filmnek az tulajdonképpen a megfigyelő fejében végbe menő folyamat. Ez egy erősen filozófiai jellegű film. Én gyakorlatilag kicsit úgy éreztem, mintha a Nagyításnak a remake-jét nézném. Uh-huh. Gyakorlatilag. Az is hasonló. Én egyszer végignéztem a Robival közösen a Nagyítást, és majdnem szétverte a lakást, annyira idegesítette a Robit, és annyira rossznak tartotta azt a filmet. Nem az én világom, hogy finoman fogalmazza. Igen, ez a történet nem a történetről szól. Tehát itt történet alig-alig van, és illetőleg az is a mi fejünkben, a megfigyelő fejében születik, illetőleg a valóságban születik, és mindegyik nagyon eltér egymástól. És pontosan ezt a tematikát dolgozza föl a film. Azt a tematikát dolgozza föl, hogy van egy megfigyelő, aki kívül esik az eseményeken, aki nem részese az eseményeknek, de mégis valamilyen módon földolgozza azt. Ezzel mindannyian így vagyunk, hiszen ezer olyan esemény van körülöttünk, aminek nem vagyunk részesei és feldolgozzunk. De a fejében megszületik tulajdonképpen maga az esemény, reprodukálódik, újra létrejön, és egész máshogy áll össze, mint ahogy a valóság. Itt ugye van egy olyan áttétel, hogy elhangzik egy valódi beszélgetés két ember között, akik ráadásul titokban akarják tartani, hogy miről beszélnek, ezért olyan körülmények között beszélnek, és olyan hát ilyen mellékszálakat raknak bele, hogy ne lehessen őket jól lehallgatni, szándékosan úgy tesznek, mint a viccet hallgatnának, stb. Ezt valaki lehallgatja egy rossz minőségben. Mármint, hogy ő a legprofibb lehallgató, de azért még így is nagyon nagy munkába telik összerakni azt, hogy valójában mi hangzik el. Na de ami elhangzik, az nem azonos azzal, ami történik, és különösen nem azonos azzal, amit ő felfog belőle, ahogy ő értelmezi. Tehát megszületik a fejében az értelmezés. Egy igazi posztmodern korra jellemző filozófiai dilemma, hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. És itt látjuk, hogy a film vége felé nem összeáll egyfajta értelmezés igazából, hanem szétmegy a megfigyelő. Tulajdonképpen bele rokkan ebbe az egésznek a terhébe. Hát egy feltételezése erről az egész folyamatról, ami zajlik, ezt nagyon a szívére veszi, tehát ez nagyon magára veszi, és nagyon komoly bűntudata lesz, egy nagyon vallásos figuráról beszélünk, és aztán kiderül, hogy valami egészen más történt, és akkor onnantól kezdve veszíti el a hitet abban, hogy ő képes arra, hogy ezt az egészet feldolgozza, ezt az egészet értelmezze, és akkor érzi magát igazán kiszolgáltatottnak.
De tulajdonképpen túlmutat ez a dolog a konkrét cselekmény, a konkrét párbeszéd, a konkrét ügy értelmezésén. Itt az ő egész életének értelmezéséről van szó. Arról van szó, hogy ő elmond gyerekkori élményeket, hogy ő bénultan hevert fél évig, és az anyja rakta be egy meleg fürdőbe mindig, és úgy próbálta gyógyítani, és aztán egyszer majdnem belefulladt a kádba, mert csöngettek, és ki kellett menni az anyjához. Tehát itt van az a bénultság, amit az érez, aki csak megfigyeli az eseményeket, aki nem részese az eseményeket. Semmiféle befolyása nincsen, még akkor is, ha a kádba folyik bele a víz, és ő fullad bele. Elmeséli azt a történetet, hogy 5 éves korában egy embert hasba boxolt, mint kisgyerek, és az ember meghalt később, bár a film nem árulja el. Lehet, hogy te 5 évesen egy gyilkosnak a tudatállapotát sajátítod el, hogy te megöltél valakit azzal, hogy alig ha azért halt meg az az ember egy évvel később, mert ő hasba boxolta. Ez valóban, ez nagyon, nagyon rímel a történet egészre, hogy ő úgy értelmezi, nyilván abból, hogy elmeséli ezt a történetet, abból látjuk, hogy úgy értelmezi ezt az eseménysort, hogy ő ölte meg azt az embert. És ugye gondoljunk bele, hogy abba a lelkiállapotban, amikor valaki hangfelvételeket készít másokról, hányszor kerülsz olyan helyzetbe, hogy úgy érzed, hogy te öltél meg valakit, hogy te tettél tönkre egy életet, hogy te vertél hasba valakit. Hát ő nagyon-nagyon félti azokat, akiket megfigyel. Rettentően félti. Tehát őket. Saját magát is félti, a saját halhatatlan lelkét félti akárhozattól, amennyiben ő részt vesz ezeknek az embereknek a kivégzésében. És aztán kiderül, hogy az egész percepció, amivel ő él, az a valósággal hát meglehetősen laza kapcsolatot tart fenn. Minden esetre a lehallgatásnak a képessége, vagy a képtelensége önmagában az, amilyen banálisan zajlik ennek az egésznek a folyamata és a piaca, ami kiépült ennek a lehallgatásnak ebben a filmben, meg az a képesség, amit elsajátított a hősünk a lehallgatás iránt, és az a profizmus, amivel ezt az egészet végzik, ez bizonyos értelemben olyan, mint a gázkamrák üzemeltetésének a halálos és hideg profizmusa, ami nyilvánvalóan egy szakértelmet igényel, csak a dolog az erkölcsiektől maximálisan meg van fosztva, olyan módon nem lehet gázkamrát üzemeltetni, hogy te lelkizel azon, hogy abban emberek fognak meghalni. Nem, hát ott profi módon kell, az egy kiszámított tevékenység. Na, itt a lehallgatás az valami nagyon-nagyon hasonló módon zajlik. Nem létezik olyan beszélgetés, amit fel ne tudnék venni. Nincs módszer, amire rá ne jönnék. Beleértve Harry minden trükkjét. Próbálj ki, Harry. Hadd mondjam el neki, mi volt a feladat. Mond. Szóval, ez egy zárt tér a város közepén. Lépcsők vezetnek le a térre, körben padok. Uh-huh. Tér van, az az ebédidő mindazoknak, akik a környező irodákban dolgoznak. Sétálnak, beszélgetnek, eszik a szendvicsüket, zsúfolt a tér. Értem. A lényeget. Adva van két ember. Szüntelenül körben járnak, hol elvegyülnek a tömegben, hol kiválnak belőle. Nem tudjuk, le fognak-e ülni, vagy sem. Biztosra veszik, hogy nem lehet lehallgatni őket, mert folyton mozgásban vannak és emberek között. Ők a célpontunk. A feladat? Felvenni minden szavukat. Hogy csinálnád? Először is egy rendszer nem elég. Megmondhattam volna. Miért nem mondtad? Halljuk a többit. Nem nagy ügy, a ruhájukhoz kell hozzájutni. Preparáltatok a ruháikat. Nem, mert nem lehetett tudni, hogy mit vesznek fel. Akkor valaki megjátsza a részeget. Tántorok, neki megy és rájuk okoztatjuk mikrofont. Már ismerik a trükköt. Gyanakvóak. Megvan. Egy ügyes ajak leolvasó távcsővel. A megbízó ragaszkodik a hangfelvételhez. Miért? Mert csak annak hisz. Nem baj, kitalálom. Nyilván költséges módszer volt. Ki olyan kíváncsi rájuk? Csak nem mi. Nem. Ki az a mi? A kormány. Egy magáncél. Legalább 4 lépcsős munka. 3-ban megcsináltam. 3-ban? Ez igen. Mivel csináltad? 3 fokozatú irányított mikével, saját tervezésű MOSFET erősítővel és 20%-ban hagyományos módszerrel. Hol volt a nyomukban? Remek. Tényleg az volt. Igazi mestermunka. Gratulálok. Látnod kellett volna, fantasztikus, mit tudnak ezek az új mikrofonok. Én se hiszem, ha nem látom. Voltunk vagy 200 méterre tőlük, és pontosan tisztán hallottunk mindent. Beállítottam 2 híradós operatőrt, és szavamra kár, hogy nem voltál ott, Bernie. Mit csináltak? Ráirányították a teleszkóp fonal keresztjét, pontosan a szájukra, úgy értem, és a fiú meg a lány mit követtek el? Nem tudom, de szép munka volt. Remek eszközökkel. Nagyon-nagyon sok SMS-t kaptunk. Tippelgetnek a kedves hallgatóink a tematikára vonatkozóan, hát eddig még nem sok sikerrel.
Lesz egy Spike Lee film is, ugye? Kérdezi B. Nem, nem lesz Spike Lee film. Lélektani filmek? Kérdezi az SMS író. Nem ez a tematikánk. Bruce Lee film se lesz. Nem lesz, és olaszra és Jet Li vagy Ang Lee sem. Olasz rendezők, írja nekünk Monor, nem ez a tematika, bár eddig akár az is lehetne. Uh-huh. Tehát, hogy ez eddig nem volt lehetne, egy rossz lehetne egy, egy Tarantino film, mondjuk. Olasz-amerikai rendező, igen. Még egy Brian De Palma is akkor azzal. Igen, igen. Azzal, de nem. És akkor gangsterfilm rendezők, akik olaszok, aha, Hollywoodban, igen, és nem, nem ez a tematikán. A hollywoodi új hullám rendezőinek filmjei Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg. Hát nem. Nem. De utállak benneteket, megint le kell tölteni valamit. Kiba jó a műsor, írja nekünk Krix. Szerintem mind a két filmet érdemes esetleg megszerezni valamilyen forrásból, de... De legyetek szívesek, írjátok már meg nekünk a 0629986986-os SMS számra, hogy hogyan, mi a viszonyotok nektek ez a lehallgatáshoz, meg egyáltalán a megfigyeléshez. De... Tehát, hogy a ti számotokra mi a fontosabb? Az, hogy valahol valaki központilag biztosítsák számotokra a biztonságotokat, a nyugodt álmotokat, az autótoknak a biztonságát, a közbiztonságot úgy általában, vagy hogy takarodjanak ki a magánszférátokból, és hagyjanak titeket békén élni a saját közegetekben, és ne kukucskáljanak be a szobáitokba, meg a szoknyáitok alá, meg mindenhova, mert inkább tartotok attól, hogy visszaélnek a lehallgatással, meg a megfigyeléssel a megfigyelők, sem mint attól, amitől ők majd megóvnak titeket a megfigyelés által. Szóval mitől féltek jobban? A megfigyelőktől féltek jobban, vagy az ordasoktól, akikkel szemben bizony meg kell figyelni a környezetedet, hogy oda ne tudjanak lopakodni, amikor te éppen alszol. Na hát ez a film egyáltalán nem erről szól, hanem amiről viszont szól, az a lélektani folyamat, ami végbe megy itt Kolban. Hát én egyébként egy nagyon erős kafkai vonalat is éreztem a filmben, és ezért volt talán egy kicsit elviselhetetlen is a film, talán szándékosan, ugye ez Kafkánál alkalmazott módszer, ahogy próbál folyton telefonon kapcsolatot teremteni a megbízójával. A megbízó, aki úgy hívnak, hogy csak úgy egyszerűen úgy, hogy az igazgató, és bár egy elég jelentős színész Robert Duvall játsza, föl se kerül a stáblistára, szerintem ez sem véletlen, mert egész egyszerűen ő csak az igazgató. Ahogy próbál a legvégén bejutni hozzá, fölmenni egy lépcsőn, ahol két markos legény visszatartja, az teljesen Kafka világa, abszolút, nagyon erőteljesen. És az egész film egy hihetetlen erős hangulatot sugároz. Azoknak ajánlom ezt a filmet, akik az ilyen típusú filmekre vevők, ahol egy nagyon nagyszerű színészi játék, egy hangulat, egy zene, mert a zene is elég sokat szerepel a filmben, az az erős, és igazából nincsenek nagyon konkrét kérdések, nincsen nagyon konkrét történet. Hát nincs nagyon sztori. Nincs nagyon sztori, illetve pont arról szól, hogy a sztori az hol van, a megfigyelő szemében születik meg csak a sztori. Akinek tetszett a nagyítás, az nézze meg az amerikai verziót, és egyébként is ez olyan az egész film, mintha Amerika vagy Coppola válasza lenne az olasz-francia 60-as évekbeli, tehát az erős európai filmekre, azokra a rendezőkre, akiket mai napig etalonként szoktak említeni. Ez bár amerikai film, minden résztvevő amerikai mégis valahogy ebbe a vonulatba tartozik, és mondhatom, zárja is le, mert nagyjából ez 74-ben már ennek a korszaknak a vége. A négy film főszínésze dolgozott a másik három rendezővel is. Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet. Nem találtad el. Árulás? De szerintem ez volt, az előző volt az eddigi leginkább a langyos, a jéghidegből talán a langyos felé. Talán. Kis jó indulattal sem. De valójában egyáltalán nem. Nem, cseppet sem. Meghasonlás? Árulás? Különböző SMS írók, különböző kérdései. És nem. Nem, és továbbra sem. Ami az érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, meg úgy általában a... De olyan rossz, bocsánat, olyan rossz a hallgatóknak ennyi nemet mondani. Én azt mondom mindegyik eddigi tipp, hogy igen, nagyon jó tipp, pont most ez a műsor, ez nem az a műsor, de köszönjük szépen, nagyon jó tipp. Hát így a választásokra készülök. Igen. Ígérjél valamit nekik. Ígérjél valamit, hogyha jól tippelnek, vagy ha rosszul, aki akkor a legjobban is tippel, annak beolvassuk a telefonszámát, és a többi hallgató tud neki egy gratuláló SMS-t írni. Na, hát ez már egészen jól hangzik. Nem, mi lesz? Senkinek nem fogjuk a számát beolvasni természetesen. Ezt nem előre kell elárulni, hanem majd utólag. Ja, legyen ez meglepetés. Legyen ez is meglepetés. Szóval, hogy is mondjam, ez a film,
ez annyira olyan messzire marad el, mint film a Keresztapától, hogy azt kifejezésre nem lehet juttatni. Vagy valaki szerint esetleg jobb. Nagyon érdekes filozófiai kísérlet, de az az igazság, hogy amennyire a Keresztapa mint film kiváló alkotás, és mint film egy elementáris erejű valami, addig ez a film, ez egy ilyen igazán európai. Tehát, hogy ennél európai Hollywoodi film... Ez egy igazi művészfilm. Egy igazi művészfilm. A szónak a rossz és jó értelmében. A művészfilmek rajongóinak, azoknak valóban ajánlható. Hát nem lehet véletlen, hogy Cannes aranypálmás film. Hát Európában ennél nagyobb díjat nem lehet nyerni. Igazán művészfilmeknek fenntartott, de mégis az amerikai filmgyártás iránt talán a legnyitottabb. A brüsszeli 12-be tört valószínűleg a rendező utólag, amikor megrendezte ezt a filmet. Igen. A brüsszeli 12 sem az a kifejezetten nézhető merítés az én számomra. Erre bátorkodtam utalni. Igen. Szóval, hogyha ha szeretitek az igazán klasszikus európai művészfilmeket, abban az értelemben, amely értelemben azok nem kifejezetten közérthetőek, de nagyon mélyek. Olyan mélyek, hogy belenézni nem mert bírsz abban a mélyikudban, mert beleszédülsz. Iszonyatosan erősen hangulata van. Én nekem, hogyha miért nem kell egyébként, hogy mennyire tetszett egy tízeskán, akkor erre is hetest tennék, de egy teljesen más hetes, mint az előző, az Aljas utcák. Igazából azt azért sokkal szívesebben újra nézném. Én erre a filmre hatosnál többet nem tudok adni, de mindenképpen ajánlható azoknak, akiknek az ízlése a sokkal inkább a művészfilmek, sokkal inkább a filozófikus, meg a meditatív drámák irányába vonz, mint az erős dialógusok, az erős jelenetek, a nagyon-nagyon intenzív, hogy is fogalmazzak, a cselekménydráma irányába. Hát nem kifejezetten a nekem kitalált film, de azért nyilvánvalóan egy ajánlható filmről van szó. Továbbra is várjuk a tippjeiteket, vajon mi lehet a tematikánk, az a tematika. És mi a negyedik film? Igen, az Aljas utcákból, a Magánbeszélgetésből, és még ki tudja, milyen filmből áll össze. Hogyha a harmadik film címére is fény derül, akkor azt gondolom, hogy könnyű lesz a dolgotok. 0629 986 986 6. Sziasztok, írja nekünk a kedves SMS író. Nincsen szabályszerűség, hanem 16 óra 20-ig beérkezett legjobb ötlet alapján választjátok ki a negyedik filmet a reklám alatt. És ezért 200 darab bejátszást elkészítettünk, hogy mindenre kész legyünk. De akkor, hogyha így tréfálkozik a hallgató, mi is tréfálkozunk, ezen befenyítjük tisztelt hallgatóságot. Ha nem érkezik meg a helyes válasz, akkor nem lesz negyedik film, hanem helyette jól ismert 80-as évekbeli magyar slágereket fogunk játszani. Politikai és bűnözés leplezetlen és nyilvánvaló kapcsolata, tippel a kedves SMS író. Aljas utcákban? Nem kifejezetten. Miről is van szó? Arról van szó, hogy ki kell, hogy találjátok, hogy mi a mai adásnak a tematikája. Ez az első három film címéből össze kell, hogy álljon. Konkrétan az első három film címéből, az első három film tényéből. Következnie kell egy negyedik filmnek, és a negyedik film meg már meghatározza a tematikánkat. Van egy is dekonstruktív javaslatom, mégpedig az, hogy eláruljuk a hallgatóknak a valóságot most, mégpedig azt, hogy úgy találtuk ki, hogy amit ti mondotok, az lesz, ahogy a hallgató javasolta, de mi megpróbálunk benneteket befolyásolni, és pontosan abba az irányba terelni, ahol. Na, segítettem egyébként. Kicsit, ha nagyon figyeltétek a mondataimat, egy picit segítettem valahol egy szóval. Még én se értettem, hogy mire utalsz ezzel. Létezik tematika, létezik egy nagyon-nagyon konkrét tematikája a mai adásnak. Igenis, ez az első három film kiad egy negyediket nektek, ha nagyon figyeltek. Az első filmnek az volt a címe, hogy Aljas utcák, és a rendező Martin Scorsese. A második filmnek az volt a címe, hogy Magánbeszélgetés, és a rendező Francis Ford Coppola. Kaptunk még SMS-eket? Nagy gépezetek fogaskerekeiről, kisembereiről. Jó ötlet. Érdekes az első kettő alapján. Megvan nekem lehallgatva a tegnapi telefonbeszélgetésetek, de nyugi, csak 16 óra 55-kor írom meg a tematikát. Nagyon jó. Mindegyik főszereplő dolgozott együtt. Isten tudja talán, de ennek semmi köze nincs a tematikánkhoz. Egy személyes alkotások, forgatókönyvkötőjel rendezés. Igen, de nem ez a tematikánk, de valóban. Igaz, jó, szellemes, abszolút. Mind a három. A harmadik is. A harmadik is, pontosan. Sőt, így tudja. Igen. Sőt, a negyedik is tán, de nem ez a tematikánk. Úgyhogy fontos tudni, hogy nem ez alapján választottuk ki a filmeket. Bár valószínűleg nem véletlen. Na mindegy, majd erről a végén. Olyan filmek, amelyekben szerepel a rendező. A Coppola azt nem szerepel. A Scorsese talán igen. Nem emlékszem rá sem. Senki. A Scorsese vagy mellékszerepben föltönik. Reflektál azért a kedves hallgató. És a harmadikra teli találat. Kriszti ír nekünk. Dekonstrukció, azt írja a kedves a Hoppá, eltalálta.
a harmadik filmet, de nem az volt a kérdés, hanem a negyedik. Igen. A segítséget azt kihallotta. Igen, kihallotta. Senki ne figyelgessen, semmilyen ürüggyel írja nekünk Kriszti. Ez nem véd meg a világon semmitől. De figyeljetek meg, mert nem fogjátok kitalálni. Minél jobban félsz, annál inkább elkapnak. Nagy-Britanniában tiszta para, CCTV operating, írja nekünk Kriszti. Igen, a dekonstrukció az. Igen, már értem, hogy mire utaltál ezzel. Ugyanis a harmadik filmünk az a Deconstructing Harry, vagyis az Agyament Harry című Woody Allen film. Borzasztó a magyar fordítás egyébként. Igen, viszont a nagyon-nagyon pontos tipp, tehát nagyon-nagyon jó tipp volt a kedves hallgató részéről, amikor azt mondta, hogy igen, forgatókönyvíró és rendező egy szemében, ugyanis az Aljas... szerepel a saját filmjében. Az Aljas utcák forgatókönyvírója és főszereplője az maga Martin Scorsese. A magánbeszélgetés forgatókönyvírója nem egyedül írtad, bár ne szerezzünk. De magát a sztorit ő írta, és ráadásul részt vett a forgatókönyvírásában Francis Ford Coppola. Aztán az Agyament Harry esetében, mint oly sok filmjében, Woody Allen írta a forgatókönyvet, és Woody Allen rendezte magát a filmet is. Tehát ismeritek a három filmet, ennél több információra nincsen szükségetek. Mert nem is mondunk többet. Nem is mondhatunk többet ennél többet nem mondhatunk. Én csak azt mondom, hogy az Agy helyett magad mellett lesz az első szám, amit bejátszunk. Hogyha nem találjátok el, hogy mi lehet a tematikánk. A címekből összeáll egy szó, játék? Hogy a nehéz a dolga a katonának, nehéz nem, a dolga. Nem akarjuk ezt. Mi nem akarjuk ezt, úgyhogy törjétek az agyatokat. Nagyon szépen kérjük. Hogyan áll össze ez a három film egy negyedik ké? A címekből nem egy szójáték áll össze, üzenjük az első betűk fogják kiadni. Nem egy szójáték áll össze, hanem ezekből a filmek tényéből, és ennél többet most nem segítünk, bizony össze fog állni a fejetekben egy negyedik film. Hogyan áll össze ebből a három filmből? Martin Scorsese-nek az Aljas utcák című filmjéből, Francis Ford Coppolának a Magánbeszélgetés című filmjéből, és Woody Allennek a Deconstructing Harry című filmjéből egy negyedik. A Csini Baba! Ez az első igazán komoly. Egészen jó. Majdnem, és nem. Igen, a brüsszeli 12-ről beszéltünk, a budapesti 12-ben, azt hiszem, hogy Jancsó és Szabó István filmjei mellett a Timár Pétertől az említett film az, ami, és ez a kapcsolódási pont. Összeomlás, ezt kérdezi az SMS. Jó tipp. Miért is? A kabát miatt, nem? Mindegyik filmben szerepel kabát. Szóval beszéljünk... Vagy fakabát, tehát valamelyik. Beszéljünk a Deconstructing Harry című filmről, amelyik a Woody Allennek hát az utolsó évtizednek a jobb filmjei közül való. Én meg inkább úgy fogalmaznám, hogy a Woody Allennek az alkotói megjött a helyes találat. Elmondom még a mondatot. De nem mondjuk el, csak ennek a blokknak a végén fogjuk ismertetni. Továbbra is várjuk a helyes találatokat. Kaptunk egy helyes találatot. Van neve az SMS írónak? Van, Zsuzsa. Zsuzsa, köszönjük Zsuzsa, szépen Zsuzsa. Gratulálunk. Szeretünk Zsuzsa. Kaptunk egyet, és ennek most nem örül sem a bikini, sem az ergo rajongóknak a többsége. Egyáltalán nem fogunk magyar könyvet. Se az exotik. Na, tehát visszatérve az Agyament Harry-re, én úgy gondolom, hogy Woody Allennek volt egy alkotói válsága. Az, hogy véget ért el, vagy sem, azt nem tudom, a Vicky Cristina Barcelona nekem azt jelzi, hogy nagyon is véget ért, mert talán az egyik legjobb filmjét csinálta meg nem olyan rég. Ez úgy nagyjából a 2000-es évek tájéka, most nem akarom pontosan behatárolni. Talán a világ második legjobb gitárosa volt az, ami ebből a korszakból még egyedüliként megállja a helyét, de amúgy egy legalább tíz év körüli alkotói válságnak mondhatjuk, amiben ugyanúgy ontotta évente az egy filmet, ez ebben az esetben ontásnak számít, mintha valaki egy évente szülne egy gyermeket, körülbelül olyannak tekinthető. De hát nem. Az Agyament Harry pedig én szerintem nem azért érdekes, mert ennek a korszaknak az egy szem jó filmje, vagy az egyik jó filmje, mert szerintem nem olyan jó film, hanem mert pont erről az alkotói válságról szól, mintha csak megindokolná és elmesélné Woody Allen nekünk, hogy mi is itt nála a baj. Te mocskos szemű! Mi van? Te gennyes, tetves, beteges, perverz, rohadt, ocsmány tiszt! Miről beszélsz? Mi a baj? Mi a baj? Mit gondolsz, mi a baj? Ki? Szóval félreléptél az egyik páciensemmel, mi? Kicsoda, miről beszélsz? Ne csinálj úgy, mintha nem tudnád, miről beszélek! Nagyon jól tudod, Joel, mert nem ukany! Épp most beszéltem vele, mindenki pakol! Kivel? Kicsoda? Ki? Mrs. Polak! Emi Polák! Elmagyarázhatok Ismere, valamit végre neked? Nem magyarázhatsz el semmit, te kibaszott magyarázok. Te csak nem mondd nekem, hogy higgadjak le! Higgadnál, hogy vagy higgadnál! Mi kérdezed, hogy mi a baj? Azt a nőt én kezeltem, és elment. Erre te megtalálkozol vele, és megkurod! De azt is mondhatnám, hogy az én dugásom Emi Polákkal egyszerűen egy burkolt ürügy volt, hogy közelebb legyek hozzád. De azt mondanám, hogy elmebeteg vagy!
Ez volt az első negyed. Ne is! Azt bizonyítottad, hogy szereted. És úgy, hogy nem tudsz nélküle élni. Hogy? És ez alatt orvaszájban tudtad egyik nőt a másik után. Már mondtam, hogy az éjjel feküdtünk az ágyban, és elfordultam tőle, mert ahogy a fény ráesett, hirtelen úgy nézett ki, mint Sammy Davis Jr. Erre mit mondjak? Nem, mintha nem lett volna csinos, de úgy nézett ki, mint Sammy Davis Jr., és erre már nem állt föl rá. Ez baromság, értesz engem? Ez egy baromság! Nem marhaság, veled ez egész másképp történt. Te fordultál el tőlem, ez történt, mióta Hilli megszületett. Te voltál az, úgy értem, mint nekem az áldozatot! Miről beszélsz? Én legalább annyira az vagyok, mint te. Te tényleg azt hiszed, hogy ha leszop egy nagy csöcsi 25 éves, az nekem akkora nagy öröm? Hánynom kell tőled, ezt nem hiszem el! Esküszöm, ilyen nincs! Te túl liheged! Nem lihegem túl! Tudattad volna velem, hogy az elmúlt 4 hónap alatt minden hétvégén szállodába mentetek! Dehogy! Ez őrület! Hát persze, hogy nem! Mert ugyanis kibéreltem egy lakást! A Woody Allen a saját karakterét soha még nem feszítette ennyire szét. Soha nem volt még ekkora bajban az a karakter. Soha ekkora rohadék nem volt még a Woody Allen egyetlen filmjében. Talán a rohadék szót azért nem tartom pontosnak, mert itt ő maga is bajban van. Tehát nem arról van szó, hogy szemét pusztán, hanem szemét, akinek már emiatt szét is esett tulajdonképpen a világa. Igen, mi egy annyira önző emberről beszélünk az ő esetében, igen. Annyira nincsen tekintettel a környezetében senkire, és igazán bűntudata se nagyon van. Az az igazság, mert korábban mindig félelmei vannak legfeljebb. Igen, de azok is annyira őzőek, és annyira kistérőek, és annyira ocsmány rohadék, az az igazság. Ez a Woody Allen ekkora szemétládát még az életében nem játszott, mint az agyamenterében. Ez egy szép önvallomás. Mindig nagy, de ezért nagyszerű, mert ő mindig nagyon azonosulható volt a filmjeiben, most meg undorító, egy kis undorító csúszómászó, és ez szerintem egy nagyszabású dolog, hogy ezt a Woody Allen a saját karakterével, szerintem szellemileg ez a film, ez nagyon jó, ez mint film nem olyan jó, mert néha kicsit uncsi, meg ilyesmi. Igen, de ebből van nagyon szellemes poénokkal, azért azt lehet sok mondani, szellemes poén van benne. Poén van benne, például amikor a Robin Williamsnek elmegy az élesége. Az zseniális. Kiváló. Az Woody Allen legjobb pillanatai között van, bár még lehet, hogy van ennél is jobb pillanata. Na, én szerintem ez a film azért fantasztikus, mert egy művészi dilemmáról szól. Egy olyan művészi dilemmáról, ami szerintem valószínűleg minden írót, sok rendezőt megérinthet, amikor az vetődik föl, hogy ő a saját életét írja meg, és az életét rendelje alá a műveinek, vagy hogy is van ez tulajdonképpen. Ugye itt ezzel a válsággal kell többek között szembenéznie, hogy egy szemétláda volt, aki ráadásul kiírt minden titkot, mindent, amit nem szabadott volna, pofátlanul, és teljes mértékben ezzel szétdominálta tulajdonképpen a saját valódi életét, valódi kapcsolatait, és most alkotói válságban van, mert valahogy elfogytak körülötte az emberek, akiknek a fájdalmaiban, kisszerűségeiben, örömeiben, tehát nem csak negatív érzésében, eddig dúskált, amit föl tudott használni a műveihez. Most ott áll egyedül, egy szétesett élet közepén, és már nem tud miből meríteni, mert elhagyták a valódi karakterek, és a film arra reflektál, hogy egyre inkább körülveszik őt az általa kitalált karakterek, akik maximum tapsolnak neki, de igazából nem jelentenek valódi életet. Tudod, mi a nagyszerű ebben a filmben? Hogy meg tudjuk nézni Harry Blocknak az életét, akit ugye a Woody Allen játszik, hogy abban a hősök azok kicsodák, és hogyan működnek az ő személyes kapcsolataiban, vagy fogalmazunk úgy, hogy konfliktusaiban, mert minden kapcsolata egy merő konfliktus. És aztán megnézhetjük, belenézhetünk az írományaiban, mivel hogy ő egy író, aki leírja ezeket a sztorikat, és megnézhetjük ott a hősöket, ott a Woody Allent, vagyis Harry Blockot mindig valaki más játsza. Igen, egy őszülő halántékú. Igen, hát konkrétan úgy van, hogy a Kirsty Alley játsza a Harry Blocknak a volt feleségét, a gyermekének az anyját, akit aztán Helen Epstein, vagyis Demi Moore fog életre kelteni a regényben. És mindenkinek két alakja van. Igen. Illetve hát nem, és a főhősnek nagyon sok alakja van, mert ő minden történetben másképp néz ki. Nagyon jól váltakoztatja, és nagyon Woody Allen részben szokatlanul nem jellemző apróságok vannak, megszakítja a film pörgését, visszateker egy picit. És azok a kis módosulások, igen, azok a szépek benne, hogy a regényben minden egy
kicsit másképp mint, néz ki, de azért pontosan újra rá lehet ismerni van, mindig. Van. Ez a lényeg, hogy bele lehet gázolni a környezetedbe azzal, hogy azért fel fogja ismerni, hogy kiről mintáztad őt, mert hogy mindenkinek csak a saját élete van. Tehát a saját életed az egy merőfesték, és ha festeni akarsz egy festményt, azt azokkal a színekkel tudsz dolgozni, nem tudsz más színekkel dolgozni, ahogyan Martin Scorsese is tudott az Aljas utcákban máshonnan meríteni alapokat, mint a saját életéből. És a legjobb, ha ehhez nyúlsz, mert azt ismered, ott tudsz hiteles lenni, ott tudsz erős lenni. És nem is az fáj szerintem ilyenkor annak, aki fölismeri magát, hogy visszaélt az életével, itt túlmutat ez a személyiségjogokon, hanem amikor regényben találkozik a saját figurájával, saját életének kiszerűségével, akkor az már egészen máshogy nyomorúságos. Nem maradnak körülötted emberek, csak a hőseid maradnak hűségesek hozzád, mert őket te írtad. Őket te írtad és idomítottad a saját magad számára, mindenki más meg elhagy és kidob és eldob, mert az életet, ezt a sztorit valaki más írja valahol máshol. Hát ezt szokták a vallásosak Istennek hívni, a kevésbé vallásosak pedig univerzumnak, de ők is Istent értik alatta. Egy szó mint száz, a Woody Allennek az Agyament Harry című filmje, mindenképpen egy nagyon-nagyon bátor kísérlet a Woody Allennek azzal, hogy szembenézzen azzal az önmagával, akire hát az ember kevésbé büszke. Vagy hát hogy fogalmazok? Tehát, hogy mindenképpen egy bátor és egy mindenféleképpen tiszteletre méltó hozzáállás a saját személyhez, ami akkorra már egy étosz, mint 1997-es filmről van szó, és lerombolja azt a szorongó, értelmiségi, érzékeny, és minden klisével felruházott. Az érme másik oldalát is látjuk. Nagyon keményen megmutatja az érme másik oldalát. Azt az embert, aki iránt szánalmat nem nagyon tudsz érezni, inkább csak megvetést. Hát rád számítottam a legkevésbé, hogy benéz. Nem mondd ezt, Doris. Jó, és ki az a Kuki? Kuki a Dajka. Dajka, hol szerezted valami masszázszalomban? Ó, Jézusom, olyan aranyos kis csaj, mit piszkálod? Mindig a szexbombák, a szajhák, a vad élet. É, filozófiából diplomázott. Tényleg? Mm. Azt kétlem, de orális szexből biztos csillagos. Jaj, hagyjál már rúgva, jó, ezért vezettem idáig, vettem a fáradtságot, hogy beköszönjek. Hitted volna, hogy kitüntetnek az éderen? Hihetetlen, nem mintha érdekelne, de mégis nagy dolog Hillinek, hogy látja. Mikor legutóbb láttam, csak 6 éves volt. Aha, te sem tartod velem szorosan a kapcsolatot. Tudom én, mit gondolsz rólam. Jaj, kérlek, Doris, ne kezd újra. Miért? Mi? Hogy én rossz vagyok? Hemzseg tőle a könyved. Zsidó, túl zsidó, kiköpött zsidó. Bár ezt mind a volt nejedre értette Joelre, de az én életemből vettél példákat, mert lekicsinlően akartad megrajzolni. Jaj, nem értem, miről beszélek. Nem érted, miről beszélek? Úgy állítottad be, mint valami szörnyet, és hogy elég unszimpatikus és gusztustalan legyen, pellengére állítottad, de főként az én vallásos mi voltomat figuráztad ki. Ja, Jézusom, igen, Doris! És mindig kihoz a sodrotból, hogy visszatértem a gyökereimhez. Milyen gyökerekhez? Te egy aranyos kislány voltál, hiszen végig kísértél a gyermekkoromon, és aztán elmentél Fort Lauderdale-be, és összejöttél ezzel a vakbuzgó fanatikussal, és ő meg beléd súlykolja a babonáit. Ez a hagyomány. A hagyomány az állandóság illúziója. Neked semmi se szent. Az egész életed nihilizmus, cinizmus, szarkazmus és orgazmus. Ezzel a jelszóval akár indulhatnék Franciaországban. Zsidó vagyok. Zsidónak születtem. Csak nem gyűlölsz ezért. Miért? Ha a szüleink áttérnek mondjuk a katolikus vallás a születésed előtt, most katolikusok lennénk, és túl lenne tárgyalva. Ezek egyletek, egytől egyig mindegyik. Ők táplálják a másság fogalmát az agyakba, hogy pontosan tud, kit is kell utánod, és... Megtennéd? Elég volt. Hadd kérdezzem meg, ha egy zsidót gyilkolnak meg, az jobban zavar, mintha egy keresztény jár pórul, vagy egy néger, vagy egy bosnyák? Igen, igen, pontosan. Nem teltek róla az én népem. Mindenki a te néped. Tudod mit? Bört igazat mondott rólad. Öngyűlölő zsidó vagy. Ha? Utálom magam, de nem azért, mert zsidó vagyok. Micsoda ostobaság ez az egész az öngyűlölő zsidókról. Írt egy nagyon-nagyon vicces sztorit arról, hogy a... faterja, nem a faterja, hanem egy apa. Egy képzeletbeli apa, akit nyilván a saját faterodról fogsz mintázni, mert az az apád. Azt a relációt ismered. A világot erről a világról fogod mintázni, mert ezt a világot ismered. Világos. Világos. És, szó szerint. És megírja azt a sztorit, miszerint az apja az előző családját, vagy feleségét, azt megette. És ez 50 évig nem derült ki, de az idős anyuka megtudja, és azért ezen föl van háborod, hogy ezt nem mondta el ennyi éven keresztül, hát azért hogy lehet így élni, hogy ezt sem mondtam, mert ezért fontos. Az öreg megzsörtődik, hogy más hamvasztja van, aki temetjen. Mit kell ebbe belekötni, minden apróságba? Igen, igen, és akkor beszéljünk inkább az időjárásról, meg tehát, hogy nagyon-nagyon vicces, a hétköznapoknak a splinjeire nagyon viccesen reflektáló
sztori. És akkor ebből mit kerekít ki a testvére, meg annak az ilyen... Hogy öngyűlölő zsidó. Igen, ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötét szionista kábulatban élő emberek, hogy hogy a zsidók annyit szenvedtek a háború alatt, most már emberevő kanibálokat kell belőlük csinálni, de mi köze ennek ahhoz, hogy azok zsidók? Tehát, hogy miért kell ezt erre az apja és az anyja, vagyis hát valaki, akit megért. Igen, egyáltalán, tehát, hogy ennek az egész neurózisa, meg az egész szorongása, ez is kiválóan benne van. A Woody Allen milyen remekül reflektál erre ebben a filmben, és hogy Magyarországon, ha valaki ezt csak lemerné írni, vagy Magyarországon valaki erre megpróbálna reflektálni, akár viccesen, vagy valamilyen módon ezt föltárni, ez milyen sötét és mély tabu, mennyire nem lehet Magyarországon erről az egészről beszélni, hogy milyen stigmákat kapna az az ember a testére. Lehet, hogy ezért ilyen népszerű Woody Allen Magyarországon? A francia tudja. Az Isten tudja. Megkaptuk a tematikát Ákostól is. Ákos is. Gratulálunk Ákosnak, és a többieknek annyi nagyon picit segítek, hogy még a három filmnek a sorrendje is segíthet. Segíthet a három filmnek a sorrendje, bizony ebben az esetben arról a három filmről van szó. Zsuzsától Ákosig jutottunk, tehát visszafelé haladtunk az ABC-ben. Igen, kaptunk még további SMS-eket, csak azért ülök a kocsiban, hogy megtudjam a negyedik filmet, mondjátok már továbbá. Ki kell szállnom, mi a megoldás, mondjátok meg, légy szíván, így is késésben vagyok, ezt két különböző embertől írtuk, és nem tehetjük meg, viszont annyit segíthetünk, hogy elmondjuk újra a rendezőknek a nevét. Most már csak a rendezőknek a csak nevét. Csak a rendezőknek a nevét mondjuk el. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola és Woody Allen. Ez a három rendező rendezte ezt a három filmet. Vajon ki rendezhette a negyedik filmet, amelyről beszélni fogunk? Tán egy negyedik rendező? Vagy nem? Ötös bugyor, Zsebesek úton állók, Pimasz Lejmolók, könyvkritikusok. Hatos bugyor, jobboldali szélsőségesek, sorozatgyilkosok, tévében szereplő ügyvédek. Hetes bugyor, a média. Elnézést kérünk, de ez a bugyor megtelt. Nyolcas bugyor, megmenekült háborús bűnösök, tévés hittérítők és a kárpotlási hivatal. Alsóbb bugyrok, mindenki más. Woody Allen a pokolban. Igen. Ahol hát, szintén ugyanaz a jazz szól, amit ő szeret. Mindenütt. Remekül érzi magát egyébként. Remek színészekkel is ez a film. Nagyon sok minden adott. Egyébként én azt gondolom, hogy Woody Allen rajongóknak kötelező, mert egy igazi életművet összefoglaló, ellentmondásokat bizonyos értelemben feloldó film ez. És annyi kitételt hagy engedjek meg, mindig szoktunk beszélni Woody Allen kapcsán Kern Andrásról. Itt kivételesen ebben a verzióban legalábbis, amit mi találtunk otthonunkban, Pálfai Péter a magyar hangja Woody Allennek, és az a furcsa, hogy... A DVD-n választhattok, hogy Kern Andrással... Nem, mindegy, másik DVD-t sikerült megszerezni. A lényeg, csak annyit akartam mondani, hogy én eleve Kern András pártján vagyok, jobb, mint Woody Allen, szoktam néha mondani, de ebben az esetben az idősödő Woody Allennek Pálfai Péter szerintem tök jó, úgyhogy szerintem egy pillanatra el lehet felejteni, hogy bekövültek hangok nevekhez vagy arcokhoz. Nyilván illúzió romboló, ha Bud Spencer nem Bújtor István, de hát néha van, hogy ez is tud működni. Mondom, a magyar kiadású DVD-n választhattok két magyar hangsáv közül, Pálfai Péterrel is megnézhetitek a filmet, meghallgathatjátok a szinkront, és Kern Andrással is megnézhetitek. Én azért mégiscsak a Kern András féle változatra csak szavazok. A megszokás miatt is. Kutyaszorítóban kérdezi az SMS író. Igen. Nem, mégsem. A magát a tényt, hogy nem. Sziasztok, már megint jó a műsor, Robi, nagy vagy. Délutáni pihenés testére hagyom a műsorotok miatt. Írja nekünk Oli. Így van, Robi elég nagy. Szerintem nem csak önéletrajzból lehet inspirálódni, hanem a haverom Faterjáról is írhatok akár. Persze, de aki akkor tök ellentétes lehet, aki akár tök ellentétes lehet az enyémmel. Akkor a haverot fog megsértődni, vagy a Faterja, tehát most nem azt mondom, hogy minden művész mindig megsért mindenkit, nem erről van szó, de mégis azért valahol ott van szerintem ez a dilemma. Jó, hogy én még soha nem írtam se filmet, se regényt, de elhiszem Woody Allennek ezt a problémát. Jól mondja itt el. Nézd, hogyha állandóan a haverodnál lóksz, és annyit érintkezel a Faterjával, mintha a sajátod lenne, mert annyira ismered, nem, és olyan jól meg tudod írni, akkor jól meg tudod írni. Aki jó megfigyel, az maga körül alkot világokat a buszon is, akár ahogy utazik. Tehát azért ott is lehet sok mindent megfigyelni, vagy a kocsmába, vagy stb. Megkaptuk a válaszokat. Most már sorozatban jönnek helyes válaszok. Viktor, Petya, Krisztián és Zsolt egyaránt. Hasonló szörű funkcióját. Most már ömlenek be a válaszok. Várjuk a helyes válaszokat továbbra is, azért még a hírek alatt. Ez egy fontos és lényeges film egyébként, hasonlóan az előző, de nagyon másként. Én ezt is, és akkor konzekvens maradok, ezt is hetesre, tehát eddig háromszor hetet adtam, mint a népmesében. Igen, szerintem az agyament Harry is egy hetes.
Hát igen. Elérkeztünk a végzetes pillanathoz, amikor ki fog derülni, hogy vajon melyik film az, amelyik a negyedik a sorban. És ki rendezte ezt a filmet. Igen, milyen filmé állt össze az a négy film, az a három film, amely az első három filmünk volt. Itt igazából a rendezők személye a kulcs. Ezzel próbáltunk már a vége felé segíteni. Így van. Ebből a három rendezőből, ebből összeáll szó szerint egy negyedik film. Ugye hova valósiak a rendezők, ez azt hiszem elég fontos, és nem csak olyan értelemben, hogy éppen speciál onnan származnak, hanem nagyon gyakran filmüknek témája is. Az a helyszín, ez talán Woody Allennél a legkiemeltebb. Igen, mindenképpen. De, az a város, amihez nagyon kötődnek, mondjuk így. Igen, 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 igen. Azt lehet mondani, hogy ezt a történetet, amelyet ez a három rendező... Vagy azokat a történeteket. Fogalmazhatunk úgy is, hogy azokat a történeteket, amit ez a három rendező elkészít, azokat egy film foglalja egy csokorba. És ez a film pedig a New Yorki történetek. Mi a tematikánk? Ezek New Yorki rendezők, azok a New Yorki rendezők, akik közösen dolgoztak egy filmen, mint három rendező, vagyis nem egy filmen, hanem három rövid filmen. Vagyis nem közösen, hanem egymás után. Igen, igen, igen. Aztán mégiscsak ők ennek a filmnek, ennek a rendezői mindhárman. Ugye a New Yorki történetek rendezője Martin Scorsese, Francis Ford Coppola és Woody Allen. Még a sorrenddel is segítettünk, mert hogy a New Yorki történetekben ez a három epizód, ez ebben a sorrendben. Tehát a Martin Scorsese filmjét követi a Coppolának, majd a Woody Allennek a filmje, és mi ebben a sorrendben ismertettük ennek a három rendezőnek, a három kiváló rendezőnek ezt a három filmjét. Mármint azt a három filmjét, amelyről a mai adásban szó volt, tehát a megfejtésünk az az, hogy a Martin Scorsese-nek, a Francis Ford Coppolának és a Woody Allennek a közös tematikai kulcsa az a New Yorki történetek című film, amit ők hárman rendeztek. Ennek a fajta filmes, nem is tudom, megoldásnak vagy műfajnak főleg Olaszországban volt talán nagy divatja az említett 60-as években, de nagyon jellemző, hogy Tarantino is ilyesmibe belenyúlt. Igen. Ő maga is tulajdonképpen ennek az Európából, talán pont a keleti parton keresztül érkező vonalnak egyfajta tovább vívője az amerikai filmgyártásban. Jellegzetesen eltér ez a hollywoodi típusú, tehát a hagyományos mainstream hollywoodi filmalkotásról, még ha ezek tulajdonképpen persze hollywoodi filmek. Nem, hát gyakorlatilag ugyanerről van szó. A négy szobában például az Alison Andres, az Alexander Rockwell, a Robert Rodriguez és a Quentin Tarantino az a négy rendező, amelyik rendezi a négy különböző epizódot, de ott laza szálakkal, mondjuk konkrétan a Tim Roth-nak a... Meg a helyszín, ugye? Ugye ő a recepciós abban a bizonyos szállodában, ahol zajlik mind a négy sztori, négy különböző szobában. Sorozatból is volt egyébként. Igen, az összeköti. Itt konkrétan ebben az esetben, a New Yorki történetek esetében semmi összekötő szál nincsen, sőt... Szinte már zavaró, hogy mennyire... Hát, újabb főcímeik vannak az epizódoknak. Olyannyira, hogy Woody Allen hozza a Woody Allen betűtípust, azzal a szokásos jazz zenével és betűtípusra vezeti fel a filmet. Én egyébként ezt elég nagy hibájának is tartom ennek a New Yorki történetek című filmnek, hogy itt tényleg olyan hihetetlenül teljesen különálló filmnyelvében, stílusában, mindenben teljesen különálló filmekről van szó, hogy már-már azt mondanám, hogy mesterkélt, hogy ezt egy filmbe összehozták. Valaki kitalált, hogy ez mekkora poén lenne, hogy egy Scorsese, egy Coppola és egy Woody Allen film egybe, és ez tényleg nagyon jól hangzik elsőre, és külön-külön lehet, hogy jók is, majd erről beszélni fogunk, hogy mit gondolunk a külön-külön három darabról, de szerintem semmilyen szinten nem lehet együtt beszélni a három dologról. Egyszerűen nincs semmiféle kapcsolódás. Haló gyerekek, írja nekünk G. Az első film után megírtam, hogy New Yorki filmek-e a megoldás, de átsiklottatok, írja nekünk G. Nem New Yorki filmek, ugyanis a Magánbeszélgetés című film San Franciscóban játszódik. Igen. Nem New Yorki filmekről van szó, hanem New Yorki rendezőkről. De egyébként azért G-nek köszönjük szépen az SMS-t, mert ő is, mint sok más hallgató, azért jó felé tapogatózott, de hát a dicsőség a zsuzsájé. Nagyon-nagyon másfajta filmek ezek, és nagyon-nagyon különböző esztétikai színvonalú filmek, tehát nagyon nagy
az ingadozás. Ez azt javaslom, beszéljünk külön kicsit mind a háromról. Igen, kezdjük akkor talán sorrendben, és akkor beszéljünk először is az első epizódról, az Élettapasztalatok című Martin Scorsese által rendezett epizódról, ami a New Yorki történetek első egy, azt mondom, hogy kb. 40-45 percét teszi ki. Mit küldtél oda? A rohadt disznó. Nem, te vagy a disznó. Én nem akartam, te küldtél oda. Én szeretlek, bármit megtennék érted. Akarod, hogy visszamenjen kicsi hajánál fogva rángassam ide, egy szabadba kerül. Nézd, nem akarsz velem mondani, hozzád se nyúlhatok, de én elviselem. El fogom viselni, mert szeretlek. Csak mondd meg, hogy mit akarsz, és én megteszem. Megölöm mindenki szeme láttára, csak egy szabadba kerül. Figyelj ide. Hallgass meg. Szeretlek. Bármit megtennék érted. Kifeszítem a vásznait. Tényleg szeretsz? Megmondtam, nem? Bármit megtennél értem? Mit tegyek, mond? Látod őket? Csókolj szájon a sofőrt. Aztán tárgyalhatunk. Mi? Menj már. Mutasd meg, mennyire szeretsz. És ha elvesztem a fejemet, és neked esem? Nekem esem? Megtehetnék bármit. Tudod miért? Mert semmibe veszel, kit érdekel. Megerőszakolhatnálak. Megölhetnélek. Megölhetném magam. Vagy megerőszakolhatnád magad. Akármit megtehetnék, mert én vagyok a láthatatlan ember a számodra. Jó éjszakát. Akármit. Nick Nolte és Rosanna Arquette párosa játszódik ebben a bizonyos Scorsese epizódban. A Scorsese nagyon szeretett ezzel a két színésszel együtt dolgozni, mind a kettővel, a Nick Nolte-val a Cape Fear, a Rettegés foka című filmben, vagy a Rosanna Arquette-tel a Lidérces órákban dolgozott együtt. Ez egy nagyon-nagyon New York-i film, nem csak a Lidérces órák, de a maga az Élettapasztalatok című film. Tehát ez abban a világban játszódik, amely Budapesten csak egy ilyen 20 000-es szubkultúra, de egy akkora városban, amekkora New York City, ott ez is 1 millió ember. Tehát, hogy hát, önmagában ez az ilyen... Ott azt gondolom az arányok még igen, talán... Igen. Még ehhez képest is felborulnak. Tehát mondjuk egy ilyen absztrakt festőnek a hülye mázolmánya iránt Magyarországon körülbelül 300 ember rajong, és körülbelül 500 ismeri a nevét. New Yorkban ennek ez tömegeket vonz. Tehát, hogy ott minden más, egyszerűen más léptékű. És itt van ez a hős, ez a Nick Nolte által játszott figura, aki egyszerűen képtelen arra, hogy leváljon az ő szerelméről, Paulette-ről. Az véletlen egyébként, hogy Rosanna Arquette az a Pulp Fiction-ben is szerepel, mert a Tarantino mindig úgy látszik belekavar a mai műsorunkba. Hát a Scorsese-től, ahol tudott. Ott azt minden. Egyébként konkrétan utána olvastam, egy filmje kivételben mindegyikben játszik színész. Tehát mindig van. Maradjunk abban, hogy a Martin Scorsese az olyan a filmgyártásban, mint a Sir Alex Ferguson a futballban. Tehát, hogy így te gondolkozz azon, hogy mi a helyes döntés, de nem kell sokat gondolkodni rajta, azt kell látni, hogy a Ferguson mit húz, az a jó, ő tudja, ő fogja tudni. Ugyanez a helyzet a Scorsese-ben. Nem kell spekulálni, hogy ki a jó színész, meg ki az, aki jól el tud játszani egy szerepet. A Scorsese-t meg kell nézni, hogy dönt. A hallgató kezdőn mondani, hogy Robi kifejezetten nem szereti a Manchester United-et, tehát itt nem egy elfogult véleményét hallottunk, hanem egy ellendrukkernek a véleményét. Világos, de az ember az elmúlt 25 évben megfigyeli azt, hogy mi zajlott ott. Ki szokta nyerni a Premier League-et. Igen. Szóval, ez a film, ez a leválásnak a képtelenségéről szól, a nagyon-nagyon felfokozott szerelmi szenvedélyről, egy igazán nagyon szomorú történet, egy szerelemnek a végéről, egy figuráról, aki 100 000-szer többet ér, mint a szerelme, és mégis... Hát 100 000-szer többet ér pénzben. Nem csak pénzben. Az érzéseknek a mélységében. Robi, azt hiszem, hogy most a férfi elfogultság az azért bejátszik, mert itt egy tipikus szakítási kapcsolatról van szó, hogyha lehet ilyen abszurd képzavarra mondani. Egy szakítás kapcsolat. Tehát egy olyan, amelyik egy folyamatos szakítás, és már rég-rég leépült, mikor még együtt vannak. És ebben ugyanúgy benne van a férfi, meg a női oldal. Én ebben nagyon erős vagyok, az ilyen válságos kapcsolatokban
zajló éveken keresztül tartó vergődésben. Abban na ez a film az ilyen, és lehet, hogy te többször szoktál a férfi lenni ezekben a kapcsolatokban, mint a nő, és lehet, hogy ezért érzed úgy, hogy itt erősebb a férfi. Itt mind a két félnek megvan a maga keresztje, itt igazi zsák meg a foltját kapcsolat van. Én is ösztönösen a Nick Nolte által megformált férfi szereplőhöz tudok kapcsolódni, és tudok vele együtt érezni, de hát ő az, aki a legnagyobb baromságokat is elköveti, és ő az, aki a leginkább meg is szenvedi, meg a nő, meg a párja, aki a legnagyobb szemétségeket elköveti, és aki megint csak nem boldog ebben a kapcsolatban. Valami sokkal nagyobb ívű megoldásra számítottam, írja a kedves SMS író, mint erre a szemét filmre. Most nagyot csalódtam bennetek. Hát... De miért csalódtál? Hát az első filmet a Scorsese rendezte, a másodikat a Coppola, a harmadikat a Woody Allen. Ebből a három filmből összeáll egy negyediket, a negyedik film, ahol az első filmet a Scorsese rendezte, a másodikat a Coppola, a harmadikat a Woody Allen. Ennél nagyobb ívű, hát szerintem ez nagyon egészen, nagyon sokat gondolkoztunk egyébként, hogy ebből a három filmből milyen negyediket tudnánk kihozni, és végül nagyon sokat tartott, mire megtaláltuk ezt a filmet, tehát nem tudom, hogy a hallgató mit tudna esetleg helyette javasolni nagyobb ívű megoldásnak ehhez a három filmhez. Gátlástalan vagy. Mi lenne, hogyha egy nagyon kicsit... sajnáljuk egyébként, és igazam, pitián el egy kis ötlet, de hát miért ne lehetne, hát a mai médiában ezt is meg lehet csinálni. De ennél talán még alantasabb dolgok, nem, ennél alantasabb dolgokat a mai médiában már nem lehet megcsinálni, nem. Ez igaz. Most bejárjuk a mélységeket, az igazi akkor mélységeket. Akkor már kereskedelmi tévében lenne. Nem, azért. Jó, nem vagyunk egy irigy, honajmirigy, de azért próbálkozunk a magunk jogával, minél mélyebb rá. Hát nekünk ez volt, amit megengedtünk magunknak, ez a New York-i történet. Hát igen. Most én szerintem nagyon-nagyon jó és nagyon erős dráma van benne ebben a sztoriban, és a zenéje is magával ragadóan erős. Ne haragudj, mama, de mégis mi történt? Zoe, tudom, hogy meglepő lesz, amit mondok, de a papa meg én megpróbálunk kibékülni egymással. Micsoda? Zoe, kis bogaram, a legtöbb gyerek, hidd el, örülne ennek. Ahogy gondolod. Azt hiszem, a ruhád az oka. A ruhám? Mégis mi bajod a ruhámmal? A válla olyan... deltás. Jaj, Zoe, légy szíves, szállj le a vállamról. Egy nőnek ne legyen szélesebb válla, mint egy férfinak. Mellesleg... össze-vissza állnak. Lásd be, anyu, kimentél a divatból. Igazán figyelmeztethettél volna, akkor kivettem volna egy szobát a plázában. Ez meghibban. Ne, már megint bagózol. Hidd el, Charlotte, csak ártanak neked ezek a művész barátaid. Lucy, Monáta, meg Egize Bónia. Te jobb vagy ennél, mama, igazi tehetség vagy. Csak hagynád abba a rivalizálást Claudióval. Én vagyok a lányod, és te vagy a mamám. Én vagyok a mamád, és te vagy a lányom. Ez már a második epizód, a végtelenül habkönnyű Francis Ford Coppola és a lánya Sofia Coppola által írt és Francis Ford Coppola által rendezett Élet Zoe nélkül című epizód, ami egy nagyon nagyfokú színvonal zuhanás a film textúráján belül, hogy ilyen finoman és ilyen nagyon-nagyon művészi elfogalmazat. Kapcsolódnék ahhoz a hallgatóhoz, aki mélységesen csalódott bennünk. Miben mélységesen csalódtunk Coppolában? Egy ennyire rossz filmet hoztunk így a végére. Az igazság, hogy szerintem az első, a Scorsese, az egy igazi 40 percben egy nagyon jó kis erős történet. Ezzel egyetért az SMS író, aki azt írja, a legjobb film az alkotó emberről élettapasztalatok. Konkrétan az első epizódra vonatkozóan. Én is azt gondolom, hogy nagyon erős film. Ott a művészetnek egy alapdilemmája felvetődik, a tehetségtelenség, stb., ami az Amadeusban 2 órán keresztül, vagy 2,5 órán keresztül nézhető. Azt akarom csak mondani, hogy ez egy erős kezdés, egy olyan film mecske, ami 40 percben erős. Nem is lett volna érdemes tovább húzni, van egy frappáns befejezése, egy kerek egész. Jó indítás. És akkor ezután jön az a Coppola dolog, amit a 18 éves Sofia Coppolával, a lányával írt Coppola. Nem tudom hány éveseknek,
És egyébként a Sofia Coppola, aki a csodálatos filmet, az elveszett jelentést, amit nagyon szeretek, azt rendezte. Szóval... Annak a filmnek elveszett a jelentése valahol, nem? Igen, igen. De én ezt komolyan mondom ennek... neked, hogy nem véletlen, hogy ez a címe, tehát az ne. Egyszer majd beszéljünk róla. Majd beszéljünk róla, Robi nem annyira szereti azt, nem, a filmet. Én annyira nem. Inkább a magánbeszélgetés vonalat viszi tovább, szerintem az a film, mint mondjuk a New York-i történetek vonalát. Na, szóval visszatérve az Élet Zoé nélkül című blödségre, tehát ez az, hogy se vicc, se komoly, se dráma, se semmi. Tehát én ennyire rossz film, mert én még nem láttam, én bizonyos értelemben, mert nyilván vannak ilyen gagyi dolgok, hogy Malibuba lemennek a haverok, és megisznak egy csomó sört a tavaszi szünetben, és buliznak a csajokat, tehát vannak ezek a típusú filmek, de ugye azoktól nem is várjuk, hogy Francis Ford Coppola majd mit hoz ki belőle. Hát itt viszont óhatatlanul van egy hatalmas elvárásunk, hogy New York-i történetek, Scorsese, Coppola, Woody Allen. Hát ez egyszerűen szerintem botrányosan rossz. Tehát ez annyira rossz, hogy egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni, de tényleg. Jó, azt kell, hogy mondjam, hogy a Coppola az olyan nagyon magasra rakta a lécet a Keresztapával, meg a Keresztapa második részével, amit aztán egész pályafutás alatt nem tudott megugrani. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten tudja, hogy mi álltott össze akkor a Coppolának a keze alatt. Az nagyon kezdő rendező volt, hogy hogyan sikerült neki a Keresztapát akkor 72-ben így megrendezni. Nem tudom, nem értem. Ott minden összeállt, tehát ott egyszerre azok a színészek éppen a legjobbkor, azok a producerek, az a zeneszerző, az a minden, ott valahogy minden összeállt. Jó, csak annyit akarok mondani. A regény, amiből készült. Persze, ebben van igazság, de... Nem akkora rendező a Coppola, mint amekkora film a Keresztapa, azt kell látni. Legalábbis a teljes életmű nem. A teljes életművel méltatlannak bizonyult a Coppola többszörösen ahhoz az étoszhoz, amit a Keresztapa látszólag joggal felállított vele kapcsolatban. De én csak azt akarom mondani, hogy a magánbeszélgetés lehet, hogy nem annyira tetszik, vagy nem a te világod, az mint rendezés nagyon rendben van, egy nagyon jól megfogott, az erős hangulatú film. De ez nem az a szint, hogy valakinek vannak gyengébb, meg rosszabb filmjei, hanem ilyen rossz film, mint az Élet Zoé nélkül, én nem nagyon láttam még soha senkitől, nem Coppolától. Én komolyan azt éreztem, hogy biztos fölkérték, vagy volt valami szerződés, ami miatt muszáj volt megcsinálni, megíratta a 18 éves lányával, aki valószínűleg, mint oly sok kamaszkori botlásunkat, mi is szégyelli ma már ezt, és csak azért érdemes megnézni, hogy képes két ilyen kiváló rendező, mert hát azért Coppola persze igazad van abban, hogy soha nem ugrottam meg azt a lécet, de hát az a léc az egyrészt ott van, másrészt meg azért volt más sikeres is. Igen, mondjuk Káni Aranypálma az még valami, meg nekem úgy tetszett is, tehát tudok egy objektív, meg egy szubjektív érvet is mondani mellette. Igen, meg az Apokalipszis most az, amire is sokszor szoktak kivatkozni ez, a kapcsolatban. Ez a filmdarab, ez valami borzadály. Szerintem ne is beszéljünk róla többet, mert viszont a harmadikról megint érdemes beszélni. A harmadikról viszont nagyon érdemes beszélgetni, hogyha én nem is tudom, ha ez egy komplett Woody Allen film lenne, akkor azt mondanám, hogy talán az egyik legjobb filmje, vagy talán a legjobb filmje. Ez a harmadik epizód, az Oedipus Rex, vagy az Oedipus Mifáj magyar fordításban, ez valami döbbenetesen hatalmas. Nagyon valami jó. Valami hatalmas, elementálisan. Hatalmas. Igen, ez valami brutálisan erős. És komédia. A legnagyobb filozófia, és a legnagyobb dráma, és a legnagyobb mélysége. Igazi, annyira húsba vágó, annyira és személyes, annyira erős, hogy az... Nem, hát ez a... Hát, na, emiatt, a harmadik epizód miatt érdemes igazán a New York-i történeteket kikölcsönözni. Plusz az én nagymamám a főszereplő benne, meg nagyon sokunk nagymamája vagy anyukája benne a főszereplő. Hát konkrétan az én anyám játssza a főszerepet. Illetve az én nagyanyám, amire nem tudom, hogy ezek szerint valamilyen rokonságban vagyunk akkor. Igen, Woody Allennel. Nem tudja, mi ez a felfordulás? Nem tudom, de itt naponta történik valami. Mindenfelé kerestelek, épp a te problémádról beszélgettük ezekkel a kedves emberekkel. Hát hol vagy? Hát tudom én. Nézd, Sheldon, épp elég időm volt, hogy gondolkozzam rajta, ne házasodj meg. Mama, hát ne itt mindenki előtt. Minek ez a nagy sietség? Hát ez nem a legmegfelelőbb hely erre. Hova mennék, ha egyszer itt vagyok? Jó az, ha ilyen idős korában megházasodik? Csak fél éve ismerik egymást. Az attól függ, ha csinos az a lány, miért ne? Csinosnak csinos, de minek ez a nagy sietség? Még mindig fizeti a tartásdíjat? Mama, hagyd abba! Hadd éljék a saját életüket! Nekem ugyanaz a problémám a lányommal. Felnőnek, és azt hiszik, hogy tudnak mindent. Hány éves a lánya? 27! Nincs magánál fénykép? Csak otthon!
Otthon! Én a fiam fényképeit mindig magammal hordom. Istenem, ez nem lehet igaz. Hátják? Levegőt, oxigént. Nem, inkább ne is kapjuk levegőt. Ciánt nekem. Nem mutogatsz a képeimet. De talán nem aranyai, de ez a lányom. Na, az én számomra ez a kafkai, nem a magánbeszélgetés a kafkai. Hát ez az igazán na, kafkai. Ez az igazi franc Kafka, amikor egy szürreális elemet beemelsz a valóságba, de csak egyetlen egy szürreális elemet, hát, amilyen például a per, amilyen például az átváltozás, és onnantól csak megfigyeled azt, hogy az milyen változásokat indukál, milyen íveket írnak le a karakterek, hogyan málik le róluk az a máz, amely amúgy jellemzi. Hallgatók még nem biztos, hogy tudják, hogy miről beszélünk, ha nem olyan szerencsések, hogy látták ezt a kis mini remek művet. Tehát itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy szinte mindenki ismer olyan személyeket, ha nem is a közvetlen családjából, akik folyton az ő gyerekkori, vagy valakinek a gyerekkori fényképeit, az unokáit, vagy a gyerekeket mutogatják. A különböző vekni kenyereknek a képei kerülnek elő, akikkel kapcsolatban az a prekoncepció, hogy ez gyönyörű. Teljesen másképp néz ki, mint a másik fekni kenyér. És egyik gyönyörűbb, mint a másik. Ja. Illetőleg, hogy a fennhangon az egészségügyi problémákat, bármit megtárgyal. Na most ezt elviszi Woody Allen egy olyan tökéletességig, hogy az ő anyja fölkerül a New York fölé hatalmas méretbe, tehát a felhőkarcokat jóval meghaladó méretbe az égre, és onnan mondja az ő személyes életéről alkotott véleményt, stb. Tábori Nóra hangján kívül semmi jó nincs benne, írja a kedves SMS író, kevésbé nem is érthetnénk egyet. Abszolút nem értünk egyet. Észrevétellel. Nem, hát ez a magának a történetnek a megfejtése az lesz, hogy a Woody Allen végül is, vagyis hát Sheldon Mills, a hős szakít Lizával, a barátnőjével, akivel való kapcsolatát nagyon ellenezte az anyja. Nagyon-nagyon ellenezte. És hogy miért? Hát azért, mert volt 3 gyereke, mert kiszakította volna az anya a védőszárnyai alól. De ez egy nagyon ödipális konfliktus, amint az a címből is kiderül. Az anyának a védőszárnyai alól a fiát Sheldont. De bocs, itt az ödipusz komplexusok nem az a vonala jön, hogy a fiú beleszeret az anyába, hanem hogy az anya féltékeny a fiára. Tehát itt ez a fajta része a dolognak, mert itt csöppet sincs erről szó. Hát, illetve ki tudja, mert ő végül megtalálja az igazit. Hát de az, amikor eltűnik kiben találja meg az igazit, abban, aki gyakorlatilag olyan, mint az anyja. Igen, csak azért az az igazi, mert ő az, akire az anyja végül rámondja az amment, tehát... Igen. Tehát a jiddise mámeny elnyomatásában szenvedő és vergődő, nyomorult, szerencsétlen ember, aki megérdemelne egy életet, de nem jutott ki neki, csak egy jiddise mámeny jutott ki neki, aki a létező legnyomasztóbb és legnyomorúságosabb módon facsarja ki belőle mindazt, amely személyes lenne, amely saját döntés lenne, annak helye nincs az életében, az anyja vezérli le az életét gyakorlatilag. Az anyjának 2 élet is jutott, a sajátja és Sheldoné. Ezért éli Sheldonnak az életét, úgy tűnik, hogy Sheldonnak egy se jut, vagy talán majd a saját gyereké. Talán majd ezt az egész feszültséget, ezt az egész nyomasztást majd neki le kell adnia, majd tovább kell adnia. Mert ez talán inkább női szerep. Hú, de rohadt nyomasztó ez az egész. És az a fantasztikus, hogy amikor eltűnik, hogy egy bűvészdobozban tűnik el az anyja, mielőtt feltűnne hetekkel később Manhattan fölött az égen. Akkor életében először boldog. És mutatják az egyik jelenetet, hogy a szex után heverésznek az ágyban a csajával, Lizával, és Sheldon olyan kiegyensúlyozott, és olyan boldog, és olyan nyugodt, nem szorong semmi miatt, minthogyha... Eltűnt az életéből az a nyomasztó... dolog, és az a hatalmas dolog. És vér nélkül tűnt el, tragédia nélkül tűnt el, temetés nélkül tűnt el. Talán valahol él, és biztosan valahol jól érzi magát a Bahamákon, vagy hol Makaón. És az a legjobb. Az a legjobb. Mert ha el kellett volna temetni, akkor ezt az egész tele lenne gyásszal, bűntudattal, szorongással. De így, hogy egyszerűen csak eltűnt, halálosan boldog. És ez is mekkora bátorság. Milyen mértékű, milyen mérvű bátorság, hogy belemeri köpni az anyjának az arcába ilyen módon. Bizonyos értelemben a Woody Allen azt, hogy sokan, megszabadultam tőled, hogy ez valami fantasztikus. Sokan érzik úgy, és esetleg joggal, esetleg jogtalanul, hogy a szüleikhez
bizony-bizony sokkal több teher kapcsolódik már, mint amennyi öröm, és egész egyszerűen szép lenne, ha valahogy megváltozna az élet úgy, hogy ők nem lennének, de ez nem azt szeretné senki, hogy sem, hogy meghalljanak a szülei, de valahogy ez így megtörténne, és ez megtörténik a csoda, és aztán az anticsoda. Mennyi neurózistól fosztja meg az embert az, hogy kimeri mondani azt, hogy megszabadulok tőled, és így boldog vagyok nélküled, és boldog vagy, és ez nagyon jó így, és amikor feltűnik újra, és felfokozott formában tűnik fel újra, akkor az mekkora tragédia, és végül az egész történetet mi oldja fel? Az, hogy elveszi feleségül az anyjának az alakmását. Tehát gyakorlatilag egy olyan nőt, aki, és azzal már az anyja is elégedett, rámondja az áment, és ez lesz a boldogság. Látszólag happy end, valójában meg olyan rohadt nyomasztó, mint az állat. Így van. Nem lehet elmondani. Nagyon nehéz ezt a filmet egyben értékelni, szerintem javaslom, hogy 3 szegmensbe értékeljük. Én azt mondom, hogy a Scorsese egy erős, kifejezetten jó kis művész filmecske. Én azt mondom, hogy 8-as. A Coppola az egy valódi 1-es. A Woody Allen pedig, én azt gondolom, hogy mivel ebben a körben ez így tökéletes, ahogy van, én kimerem mondani, hogy 10-es, és akkor azt mondom, hogy 6,3, ha helyesen számok. Múltkor elrontottam egy számolást. Teljesen egyetértek vele. De én magam sem. Valószínűleg nem 1-est adnék a Coppolára, hanem 3-as, mondjuk. Gyáva vagy. Ilyen konformista vagyok és megalkuvó, de azt gondolom, hogy ez körülbelül helyes. Körülbelül helyes az értékelés. A Scorsese valóban 8-as, a Woody Allen pedig muszáj 10-est adni. Ennyire húsba vágóan még soha nem láttuk megjelenni a saját életünket a filmvásznon. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól szórakoztatok, és bocs, ha csalódást okoztunk valakinek. És nagyon sajnáljuk, hogyha csalódást okoztunk. Nekünk Coppola okozott csalódást, nektek. Mi okozunk csalódást? Az a lényeg, hogy okozatok valakinek ma csalódást. Ez a házi feladat. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Most a következő 1 órában hallgassatok zenét közvetlenül a hírek után, aztán pedig hallgassatok Rádiókáfét, ami belefér, legalább 6 napon keresztül, addig, amíg vissza addig nem térünk. Hallgatunk. Igen, mi hallgatunk, és akkor itt leszünk veletek jövő hét szombaton 3-tól 5-ig, ahogyan a szokásunk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. A Hétmesterlövészét hallottátok, Benne, Dinnyi és Gergőt és Puzsér Róbertet. Nagyon jó szórakozást, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok zenét itt a Rádiókáfén a következő 1 hétre. Sziasztok!